uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ha bevállalod, megcsinálod, leszoksz róla, akkor kopaszra tolatom a hajam. A 2015-ös év utolsó hagyományos Morning Show-ja, amikor Balázs a hazai reggeli rádiózás sámsonja megküzd démonaival és szembenéz a nullás géppel. Ferenc, a kitartó, aki hosszú hetek és hónapok óta nem nyújtott rá, most végre szembenézhet kihívójával, és belenyírhat a jeles haj koronába. December 22-e a próbatételbe teljesedésének napja. A reggeli rádiózás kőkemény titánjai egymásnak feszülnek. Vajon betartják ígéretüket? Ha Feri nem szív, akkor Balázs igen. Kopaszra tolatom a hajam. Karácsony előtt két nappal minden kiderül. 22-én, ha jó fej vagy rágyújtasz, jön a nagy hajvágás. Mi ez, ha nem a gigászok harca a Morning Show-ban? 6 óra után vagyunk, 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok, jó reggel. Jó reggel. Jó reggel. Mi a helyzet? És most zene. Biztos volt az este. Igazából nem nyúlt, jaj, hangom sincsen, nem nyúlt nagyon hosszúra, csak sűrű. A nappal volt hosszú. A nappal volt hosszú nagyon, csak volt egy szürkületes. A nappal volt hosszú. Nem, tisztes helytállást kellett tegnap végrehajtanom, és ez nem az a baj, hogy az ember egész nap nem eszik, és alkoholra kínálják, az nem biztos, hogy szerencsés. Ja. Tehát a foglalkozás elérte célját. Nem vagyok annyira ahogy, jó. Ahogy Gesztesi Károly mondta, ott voltam, de valamitől elfáradtam. Igen. De én megégethetem magamnak, hogy reggelenként, ha ismerik ugye a történetet. Én kiültem egy órozéval a teraszra, csináltam egy 8 tojásos rántottát, és megengedtem magamnak. Mert hogy tegnap volt egy ilyen műsorvezetői RTL-es kis összejövetel, ahol hát tudod, megköszönték az évet. Ha megköszönték az évet, ami nem lett volna baj, de hát... Én már megköszöntem, Balázs? Még nem. És én nem, de megköszönhetek. Igen, és akkor nem vetettük meg a rozét. Ami nem lett volna baj, de még egy másik helyen pálinkával kínáltak. És az nem, és ott az is nem, megköszönték az évet. Ott is megköszönték az évet, és azt tudom, hogy úgy... Na. Tehát, hogy úgy hánytam, hogy már nem látta senki. De tudod miért? Ja. Hétfő, amikor mindenki otthon van a családjával, így készülsz, hogy a rohadt kerüljön. De és te is tudod, Feri, hogy ez kötelezettség. Tehát, hogy ezt tudod, hogy ez dolog. Itt már lobban kellett inni. És megköszönted az évet a folyamatnak. Kedves folyamat, megköszönöm az egész. Nagyon-nagyon szisztematikusan végigvittem, hogy rozé, és én azt elég jól bírom, és elég jól tudok, de amikor kezedben nyomnak, mikor megérkezel egy gyere, egy házban, ez most én csináltam, kóstol, és már sértesz. Igen, és a rozétól már viszont nem érzed, hogy mit iszol, és nem szólal meg a csengő a fejedbe, hogy Bali, te nem bírod a pálinkát, mert már nincs íze annak, amit iszol, és már örülsz mindennek, amit a kezedbe nyomnak, és elindul egy ilyen keverjük, nem baj, lecsúszik, cimbi, barát, igyál egyet, testvér vagy, ha nem iszol, örök harag, ami maradt, harag cimbi, uram, bátyám sztori. Megbicsaklott egy helyen. És ott picit ott, igen. De a terved az jó volt, végig viszed a rozé vonalat. Ez fel volt építve. Igen. A stratégia az oké. Ez fel volt építve. Ez picit olyan, mint amikor nagy emberek másolják le valakinek a diplomamunkáját, de benne hagyják a végén a nevet. Igen. Ja, minden szép, igen, csak az a picit. Azt tudom, hogy a taxisnak én négyszer mondtam, hogy itt kellett volna jobbra fordulni. Mert ugye elbóviskoltam a taximat. Tehát, hogy ott sikerült úgy, hogy azon a 10 kilométeren olyan négyszer elaludnom. Igen, hát otthon még egy kicsit úgy ültem a budin. Tehát, hogy... Az, amikor feküdtél le, és ahogy leérsz, az, vissza kell ülni. Ahogy azonnal föl kell ülni, és akkor sír a gyerek, akkor fölkelsz, akkor megeteted, visszafekszel, de hoppa, nem olyan jó fekve, inkább fölülsz az ágy szélére, és nagyon szídod magad, hogy mi jól történt. Jól vagy, apa, se rosszabb, hogy benikém. Hallottál csak, rizékém. Nem leheltél rá a gyerekre? Nem. Lehet, hogy igen, te meg ki vagy. A fiát tétél. De mindezt úgy, hogy egyébként 12-re otthon voltam, mert a fél egyes felkelés már ugye nekem kellett vállalni, mert Viki nem tud emelni. Tehát jól nem tartott hosszú ideig az este. Nem, tehát de aktív volt. 9-kor még a
segítettek nekünk letenni a kicsit. 9-től évfélig volt egy 3 órás intervallum, amikor elvileg mindkét gyerek alszik, akkor gyorsan, de évfélre otthon. Tehát nem volt hosszú. De nem volt, volt hosszú. Volt beszélgetés Vikivel? Tehát, hogy rátelefonált és megnyugtatott, hogy végre gondolja! Végre! Ő csak mindig finoman jelezte, hogy most ment el a segítség, most még van 2 órád, amíg felébred, addig gyere haza, mert nem tudok emelni, és akkor úgy érett, 1 órád van most már csak, majd ma föl fog kelni, és akkor úgy éreztem, hogy el kell köszönnöm, és hívnom kell a taxit. Sofőrszolgálatot hívtam, ott egy óra, mondom, emberek, hétfőn, hát normálisak vagy. Hát céges buli, nem, most mondtad, hogy karácsony van. Nem. Te azt hitted, hogy ezt mondod. Érdekesen visszahallgatni. Vrenne! Nüzelezzene! Uram, mondod, hogy... Ez volt benned egy olyan, hogy ha már csak 3 óra, akkor nagyon bizonyítasz? Nem volt? Tehát, hogy tudtad, hogy haza kell menned, mert tiéd a gyerek éjszaka, és amikor ilyen nagyon rövid időn van, akkor oda akarsz csapni. Nem volt ez az ígyug erőből. De ezért, nem csak, igen, nem van az, amikor tudod, rövid az este, és ígyug meg minden, most csak úgy érkezett, de figyelnem kellett közben az órát, meg a telefon, mert nem kellett segíteni, de behoztam, amit lehetett azért. Tehát úgy mondom, 12-kor már taxit próbáltam irányítani, valahol ott az érdi lehajtónál mondtam, hogy hát ezt most akkor picit elnéztük. Nem sok egy FBI-ben, nem volt, ugye? Nem kezdtem el fekvőket. Nem, csendes, diszkréten aludtam a taxiban, és néha nagyon aranyos, hogy ne haragudj, merre megyünk. Mert úgy megmondtam, de nem ismerte ezt a környéket, úgyhogy négyszer tolattunk, ami nem tesz jót. Hát az irányítás alatt nem azt érted, hogy izét, hogy deréki kilógó a nyitott napfénytető. Mint az Árdenekben, hogy 6 kocsi palacsok lenni. Azt még tudom, hogy nem volt kapunyitó, mert hogy kocsival mentem, és mindenem a kocsiban maradt, ezért hazamentem taxival, és viszont nem volt kapunyitó, úgyhogy arra még emlékszem, hogy úgy másztam át a kapun. Úgy másztam át a saját kerítésem, hogy ilyen nagyon nyomorultul kicsit felakadt a kabátom, tudod, és amikor ilyen lovagló pózba ülsz a kerítésen úgy, hogy már az egyik lábad itt, de még a másik nincs ott, és középen vágja a fenekedet a kerítést. És mondom, ezt valaki látja, hogy a hülye mászik át a saját kerítésén éjszaka. Érted, és ülök lovagló pózba a kerítésen, és mondom, most leugorjak, összetöröm a bokám, és egy nyomorultul mászok. Azt is megkérdezt azért biztosra, hogy... Nem megvártam, míg elmegy a taxi, mondom, menjen csak, addig én itt el vagyok. Sörösén úr, elnézést, megjöttünk? Hogy be tudnám, persze, mondom, hogy ne tudnék bemenni, és ültem a kapun lovagló ülésbe, arra még emlékszem, meg utána még megállapítottam, hogy milyen szép csillagos este van. De ezt úgy magamnak, hogy úgy... Igen, illetve hogy leszálltam és fölnéztem, hogy milyen balzsamos az este, csak -4 fok volt, úgyhogy gyorsan bementem, de ott úgy üldögéltem volna. Beszélj rá! Igen, és hát Vikitől jöttek az esemesek, hogy hol vagyok, meg érkezek már. Nem messze. És azért ez konkrétan ez a nem messze, mindjárt ott, tudod, ne, hogy tényleg hát menni kellett, mert hogy tudjak segíteni, és ez a még 2 perc, ott vagyok, hogy mi van, lemenjek, kinyitni a kaput. Az átmászom, az annyira, hogy átmászom. Hát takarékosan, de érthető. Itt az SMS. Ne gyerek, átmászom. Lemegyek ki a kaput, átmászom. Mit írt rá? A okay. Már csak annyit írt az ajtóra, hogy nyitva, hogy azon azért ne kezdjék el dörömbölni nagyon. Halló! Azt írtam, hogy lemászom fenn a kaput. Átmászom. Úgyhogy ezt tudtam lekommunikálni. Úgyhogy, de hajnalban újra volt a helyzetnek? Mindent helyre tudtál rakni? Fú, az a hajnali kelés, az nem ez volt. Úgy szerencsés, hogy 3-szor kelt a gyerek. Bejött az iskola! Még nem. Nem, apa, 4:40 van. Még nem. Indulunk az iskolába, hol az uzsonna az zacskot? Apa, sötét van. Házi nőnde felenna kiszni? Hát igen, gyerekek, ha helytállásra helyt kell állítani, nincs mese már. Én öreg vagyok, ez az autóval jöttem meg, nem iszom, minden bulit meg kell ragadni. 40 felé, mert minden bele kell állni, most mehetek vissza megkeresni a kocsimat, de így van. Nincs mese, itt gyerekek, itt már nincs az, hogy kocsival jöttem, nem iszom. Olyan kevés buliban megy az ember, család, gyerek, ha viszont van, akkor mint a halálra ítélt, úgy ittam. Nem? Kocsidat tudod, hogy hol hagytad? Tudom, bent a... Jó, mindegy, nem azért, csak hogy emlékszel-e, hogy induljunk keresni. Egy parkolóházban valakinek a helyén állok. Tehát légy színe, tegyétek tökre a kocsimat, mert ott álltam, meg ott volt hely.
Hát már erre emlékszel. Aztán lehet, hogy ez az oktogon az ágyásban, tudod. Igen. Tudod, úgy Leonardo DiCaprio Wall Street farkasával, hogy úgy emlékszem, hogy hazajutottam, és nem törtem össze az autót. Baleset nélkül hazajutottam. És utána megmutatják, hogy hogy jutott. Hogy jutott az a valójában. Na mindegy, úgyhogy picit a gyomrom. Az a baj, hogy ilyen hirtelen fejmozdulatoknál úgy érzem, hogy úgy belenyilalok. De jó vagyok a hirtelen és a megfontolt fejmozdulatoknál is. Van nagyon megfontolt. Nagyon figyelj oda akkor az ételre, van étel, mindenki ennek láttam, mindenképpen láttam, kell. Igen. Már amikor jöttem be, akkor már jeleztem, hogy ezért, hogy óvatosan, mert mag van igen, az olivában. Igen, mert én is megláttam, és így oliva. És így ráugrottam, és abban a pillanatban egy karácsony jött, nagyon jött valahogy, három fogam törik el, mert ráharapok a magra, de óvatos voltam. Óvatos igen, voltam. És szólt is nekem jön. Is, hogy most nevetődjek rá az olivára. Magam, hogy most egyre még nem vagyok abban az állapotban. Hát, hogy fejest ugorjak a kolbászba. Ránéztem az arcára, és ránéztem az arcára, és mondom, itt van valami. Igen, csak egy érzek. Így meglátod, hogy hó! Jutod egy hátraépet kentet, hogy jaj, úristen, mi történt veled? Hol voltál este? Vagy mi a feltörtént? Na, van két napod regenerálódni, mert csütörtökön céges buli. Én csütörtökön is hisz. Én megküldöm, gyerekek. Igaz, én megküldöm. Küldjük meg csütörtökön is. Bármit, bármi lesz ott. Én jeleztem előre. Hogy? Otthon. Ja? Igen. Ennyi. De, mit? Kevesebb van nekem már. Nekem a kevés is elég. Tudod, mi van, ha részegen jövök, az a Mónika. Ezen is gazdaság, ebben a dologban is gazdaságos vonalom. Én csütörtökön újra a kerítésemen akarok lovagolni, úgyhogy hey, induljunk! Nem tafarod, bébi! Te halad, szállj már le a kerítésedről, te hülye! Gyilmese! Felusta vagy anyád! Igen, csütörtökön van a mi bulink, úgyhogy... Igen. Úgyhogy már gyerekek, nem, már nem szabad gondolkodni. Ennyi idősen már rájöttem, hogy egyszer nem. Mennek az évek, és ez a kocsival jöttem, nem iszom, mennem kell dolgozni, jaj, műsor van. Nem lehet kifogás. Nem szólhat mindig arról az életet, hogy dolgozol, hogy másnap műsor van, hogy korán kelsz. El kell engedni. Így van. Nekem valahogy kellene. Ahhoz, hogy nekem így jól csengjen le ez az év, meg hogy tényleg szépen induljanak az ünnepek, nekem kell néhány olyan fotó, amin Szali Rolival lassúzol. És másnap nem annyira emlékszem. Igen, igen. Egy jó kis lassúzás a Rolival. Még a Rolit se kell félteni. Hát hogy... nem. És mi történt? Hát figyelj, nagyon követelted, már így a verekedésig folyul a házi bulinak a zenét, és a közösség mutatok Rolival, és nagyon boldogok voltak. Igen, igen. És addig táncoltunk, fel nem kapcsolták a lámpát. Na jól van. Hát akkor jobb bulás. Akkor minden oké. Nem maradsz a rohadt életbe, nem maradsz. Így van. Ott maradsz, te szemét. Ha már egyszer levettél, nem jöhetsz vissza. Megmutatjuk, hogy miről volt szó tegnap. Az mindig jól jön. Az. A reszkesetek betörőkről beszélgettünk, mert Feri azt mondta, hogy miért kell leadni megint. És én próbáltam megvédeni a Mundér becsületét, bár okot én sem tudok, hogy szeretik, vagy nézik és szeretik, vagy nagyon nézett, mert ugye hát lesz szeretik. Kevin újra karácsonykor, és Feri felvetette, hogy miért nem valami más. Figyeljetek, én jogos, az ország két része szakadt, az egyik fel az, hogy igen, kell a másik, hogy miért nem lehet valami nem, más. Nem két felé. Azaz, hogy nem két felé. Én megnéztem a like számot a téma alatt, megnéztem a hozzászólásokat, tegnap végigolvastam, nem volt kis idő, és az emberek inkább szeretik, mint nem szeretik. Én szóval, igen, nem annyira durva. Én nem hittem el. Ilyen hip-hip hurrá, örömújjongás, pesgődúroktatás, tűzijáték, minden van fönt az interneten. Hogy újra Kevin? Így van, örülnek az emberek. Hát, ez már tényleg olyan, mint a beigli meg a halászlé. Hozzátartozik. Beépültem. Na, erről beszéltünk tegnap, úgyhogy ezt megmutatjuk, aztán elmegyünk egy picit hírezni, ha valaki játszana, akkor nyugodtan. A gyengéket kimélni, jó? Tehát, hogy nem ér rámenni a vérző vadra. Jó, tényleg? Tehát van azt itt van két egészséges, akart. Egészséges ember van itt most, nem ér. Nem, tessék egy kicsit engem pihenni hagyni, de lehet jelentkezni játékra, jó? Békében van könyörület, háborúban nincs, csak mondd. Viszont, mondjátok meg nekem, hogy van az, hogy már nem csúszik az út? Ugyanannyi a hőmérséklet, ugyanolyan párás volt minden, és most semmi nem volt az úton. Hát ez milyen természeti jelenség? Ez megint visszautalnék akkor a DiCaprio filmre, úgy érezted, hogy nagyon siklott az autó. Jó jöttünk. Annyira simán jöttem be. Végig, de annyira simán jöttem be, hogy nem is emlékszem. Szerintem ide értem baleset nélkül. De nem, tényleg nem vette részt, hogy nem volt csillogó, nem csúszott. Nem volt, igen. És nem értem, hogy mi a különbség, hogy egyszer lefagy, és ugyanolyan hőmérséklet visz
viszonyok között most meg nem, nem volt köd, ami ráfagyott volna. Nem tudom megfejteni. Lássa, pára. Igen. Nem tudom. De lehet nincs is ebben ennyi. Meghallgatjuk a tegnapi nap ismétlését, jó? Aztán jövünk vissza. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 6 óra múlt 51 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk egy jó kis dal után. Jobb már? Alakulok, gyerek. Igen? Na, igen, ezek alakul. Tudtál lenni valamit? Nem, teázgatok. Aspirin kéne. De nagyon az nem mozgok, itt ültem egy. Kisétáltam, visszasétáltam, tehát itt ülök. Itt ülök, itt vagyok, és nem nagyon erőltetem én ezt a mozgást. Nem kell nagyon sietni. Hát hova rohagyjak, nem? Itt a karácsony. Hát, itt a karácsony. Hát, egy kicsit lefűzni, nem kell nagyon rohanni. Valaki azt mondja, én ezt egyébként régen próbáltam, hogy már a lefekvésnél, ha beveszel valamit másnaposság ellen, már úgy kelsz fel. Igen. A profik azok mielőtt elindulnak, beveszik az aspirincét. Na jó, de arra rádrinkelni azért az nem szerencsés, nem? Tehát... Hát az addigra leül, mire odaérsz, elmúlik. Az nagyon profinak kell lenni, hogy még elsinlusz, de már beveszed a gyógyszert, hogy mire odaérsz, és kicsit másnapos leszel, majd másnap reggel, addigra már nem legyen semmi bajod. Tehát azért az... Hát egy lefekvésnél. Ha megküldöd, akkor semmi bajod nincs, úgy ébredsz. Az igazi profi az tud nemet mondani a töményre. Na ez ilyen. Ezt én is tudtam régen. De hát, akkor még nem úgy ittam, mint egy halálra ítélt. Gyerekek, hát ritkán szabadul ki az ember, akkor muszáj. Nem, tényleg az igen, a pálinka, az nem szabad, az nem egy jó ital, basszus. De szóval az semmi baj, igen? Nincsen, csak nem miért kell inni. Tászta. Fröccsbe ittad a rozét, legalább belőtte? Nem, tisztán. Nem öntünk hozzá vizet. Jó, és minek van. Az amúgy is egy könnyű. Az egy amúgy is egy könnyű ital. Víz is. Na. Majd meglátjuk egy csütörtökön. Illetve nem is, hát csütörtökön lesz, hogy a kis cégesünk majd pénteken milyen állapotban jön be. Előre jelezzük, hogy 7 óra magassággal. Igen? 8-ra gondoltam. Igen? Az jó. Nem, akkor csináljuk azt, hogy én 7-re gondoltam, te 8-as jöjjünk 9-re. Egész évben becsülettel toltuk. 8 picit gyerekes helyzet. Jó. Nem, drága hallgatói, megbocsátóak, csak kibírják nélkülünk. Azért tényleg, azért toltuk, na, egész évben volt. Kicsit pihentünk, de egy csomó napunk így is bennmaradt, itt voltunk becsülettel. Meg könyörgöm, hát szilve, vagy mi ez, karácsonyi buli van. Hát igen. Érted? Hát hogy aranyos nagyon, de ha 7-re be kell jönnöd, akkor mikor fogsz felkelni? Jó. Ugyanúgy szinte. Alig valamivel tudsz többet aludni. Tök igazad. Csináljuk azt, hogy olyan 10 óra magasságában csütörtökön a céges bulin fölveszünk egy megszólalást, és átküldjük MP3-ban a Zsűlnek, hogy rakja be. Mert a Zsűlnek is ott van nézőkkel? Játszunk egy fekete-fehér égenemet hallgató. Igen. Na, Kerepesi út, Fogarasi út kereszteződésében nagy baleset. A környező utcák beálltak. Ez Zoli küldte nekünk. M1 Pest felé jól járható. Viktor üzeni, Trafi Budapest felé Pákoznál. És baleset van a Mexikói út és a Kerepesi út kereszteződésében. Ez nyilván ugyanaz, mint a Kerepesi, Fogarasi, vagy hát legalábbis hasonló lehet a környék. Nyéken. Pálinkás, jó reggelt írja nekünk valaki, köszönjük szépen. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk. Jó? Jó. Megnézzük, hogy akkor ki a, most? Megnézzük, hogy ki a játékosunk. Hogy állunk? Egy nullára. Jó. Egy nullára megyünk, igen, tegnap. Jó, de hát ugye hát ez egész húzhat a jövő héten. A jövő héten az univerzum császárai, igen, muszájszli királyai, a naprendszer istenei. Feltehetjük az egészet. Na, a legjobb. Na, meglátjuk, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló. Jó reggelt kívánok, sziasztok, Ervin vagyok. Ervin. Honnan hívtál minket, Ervin? Budapestről, a második kerületből jelentkeztem. Második kerület, azt jól ismerem, azt a környéket. Nagyon jól ismered, itt van ez a figurina bábszínház, vagy most bemondtam, most ez gáz, nem? De egy bábszínháznak ennyi reklám kell. De itt voltál, múltkor mesélted egyébként, hogy itt volt egy egészen szürreális élményed, Balázs. Életem egyik legbetegebb színház élménye volt. Tavaly ugyanilyenkor egy garázsban egy idős pár, fönt van az Instán még a videó is, ha visszatekeritek a képeket, két, hát ilyen 60 éves, nagyon helyes, idősebb, nem idős, csak idősebb, házas pár bábozott gyerekeknek.
Hát gyerekek, ha láttatok annyira szomorú, hogy sírva rög. Tehát ja, te is láttad, Ervin? Igen, igen, meg volt nekem is az élmény, mert miután a Balázs mesélt róla, így akkor realizáltam, hogy velem szemben történt ez az esemény, és akkor muszáj volt nekem is azt átélnem. Hát hasonló. Igen, ez garázsszínház, ami arról szól, hogy a garázsban fellelhető összes eszközzel, egy beülsz egy garázsban, székek vannak, sötét van, és a garázsban megtalálható eszközöket szórakoztatják a gyerekeket. Aha, az emelő lesz a krokodil, kitalálva. Igen, szerintem annyira be voltak gombázva, hogy... Nem csak akkor, Balázs, nem csak akkor, hanem szerintem non-stop, tehát itt reggel felébrednek, és így a reggeli kávé mellé bekészítik. Biztos vagyok benne, hogy Csát Géza két élig életüket, de a gyerekeknek egyébként nagyon tetszett. A Beninek kevésbé, de szájtátva nézték a kicsik, ahogy két ember a garázsban fura történetet ad elő, Krampusszal, Mikulással, Szánkóval, de életem legszürreálisabb előadása volt. Nagyon kemény volt. Igen, szürreális volt. De mindenkinek ajánlom és javaslom, hogy ezt át kell élni, ez szenzáció. Igen, 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 garázsszínház. Fönt van a neten, hogy hol lehet rájuk jelentkezni. De hát a be is mondtam, hogy... Igen, de nem náluk dolgozom, tehát nem ez nem, meg a kultúrát lehet, ha ezért minket az NMH megbüntet, hogy bemondtuk a színház nevét, akkor tényleg komolyan mondom, hogy mit csinálok, nem? Hát ez kultúra, jó minőségi színház, hát... Na, ha könyvről, színházról beszélünk, ez ne számítsa már reklámnak. Hát ez komolyan. Világ ez. 83 óta dübörögnek egyébként, és jelenleg is van a repertoárjukon 14 darab. Jó, de azért nem érnek soha végére, mert azért nem látja mindenki, összesen 15-en tudtok bent lenni. Tehát ha megveszel 100 jegyet, megvan 4 előadás, mert hogy így mondom, 80 ültök bent, plusz 8 gyerek, és tele van a garázs. Tehát, hogy így, sem tudják, hogy melyik az a 14 darab egyébként, nem. Tehát fogalmuk nincs. Tudod, mi van? Improvizálnak. Én rájöttem, hogy szerintem teljes improvizáció. Tehát van egy menete a mesének, de hogy ott közben mi történik, full impro. Szerintem megvan a ház, de az se érdekli őket. Nem dohány őket. Nem érdekli őket, hogy megvan a ház. Megvan a ház, de igen. Egyáltalán nem érdekli őket, hogy miről szól. Klasszik mesék vannak? Tehát Piroska és a Farkas van? Párácska és a Kishal története. Pókvári mese. Olyasmi. Figyelj, de nagyon beteg. Emlékszem, mert teljesen magával ragadott a hangulat egyébként, hogy fogalmam sincs, meg is kínáltak valamivel, úgyhogy onnantól kezdtem, semmire nem emlékszem. Rettenet beteg. Pálinka, jó? Rettenet beteg. Mondom, az Instán megnézitek régi képek között még egy ilyen 20 másodperces kis videórészlet is föl van. Annyira betegek, hogy... De nagyon a gyereknek jó. Érdemes egyszer megmutatni, mert tényleg imány, szájtátva rögött az összes gyerek. Teljesen más, mint ami ez a gyerek hozzá van szokva. Szülőként egy picit nehezebben viselet. Kivel szeretné játszani? Én arra gondoltam, Balázs, hogy téged egy picit kímélnélek, pedig bele szeretem volna első körben, viszont a drága öcsét kiposztolt tegnap este egy fényképet, amint te már nem voltál rajta, és én arra gondoltam, hogy éppen kuporodtál a folyamatra, egy ilyen a végtelen messzeségben merengve. Nem, akkor nekem még egy másik stábuliba kellett átmennem, én már azért nem voltam. Az ja, te ilyen kínzaki életet éltél így először össze? Igen, mentem. De hogy mit posztolt a Bence? Bent egy ilyen csoportképet. Rajta volt minden. Azt várta, hogy ne legyél már ott. Igen. Annyi várta, hogy elmenjek. Mondott ott, vagy nem tudom, hogy mit csinált. Ő is ott volt. És te nem voltál rajta, úgyhogy így csodálkoztam, és arra gondoltam, hogy te így otthon is maradtál, mert tudom, hogy te így távol maradsz ezek nem, ott voltam, ez egy ilyen műsorvezetői vacsora volt. Ott voltam, csak elmentünk elég korán, mert mentünk át egy másik helyre. Na, szóval nem volt, akkor... minden esetre legyen a Feri. Legyen a Feri, mert hogy vannak kapcsolódási pontok, de ez majd így a 60 másodperc során ki fog derülni. Akkor hogy meghallgatjuk, hogy mi ez a kapcsolódás. Milyenképpen fonódunk mi jött a Feri. Jó, Jani. 3, 2, 1, fejön. Szereted a kolbászt. Drága Feri, majdhogy nem ráibáztál, én azt mondom neked, hogy bármit kérdezel, mindenek előtt dobjál be 10 000 forintot, jó? Miért? Mert szerintem ami jár, az jár. Tehát, de mire mondod? Unalmas a kérdésem? Szerintem te nagyon szórakoztató ember vagy, viszont az is szórakoztató, hogy... Ahogy a 10 000-et bedobom, ugye? Hát ahogy bedobod, így van. Egyébként ami a kolbászt illeti... Szereted? Igazán kedvelem a kolbászt, Békés megyei vagyok úgy szintén. Új kígyós, te is. Kevésbé új kígyós, viszont tudod, hogy hol van Sarkad, igaz? Sarkad, persze, ismerem, voltam ott. Oda valósul vagy? Onnan származom, így van. Te ott mit csináltál? Átutazóban voltam egyszer, Sarkadon. Te ott laktál, ugye? 15 éven keresztül éltem ott az életemet. És miért hagytad ott? Kitagadott azért a város. Édesanyámmal együtt költöztünk. Nagy csata. Nagy csata. Senki nem mondta ki. Mindenki megpróbálta a másikat becsapdázni. Igen. Ez 20 másodpercnek tűnt nekem, ez nagyon köszönöm. Egy perc, nem rövidítettünk még a kedvedért sem. Nem. Ez letelt az idő, de ügyesek voltatok mindketten.
Hát nyomtad, húztad, téted. Az elején mondtál egy nemet, de az úgy abban maradtunk, hát mi volt? Én már nem tudom, miben maradtunk, majdnem, vagy valami valami, ilyesmi. Valami olyan volt, de, az, de, de nem... Majd, hogy nem. Majd, hogy nem, igen, de abban maradtunk, hogy a igen, csak nem igen, majdnem, ezeket nem számítjuk. Valami ilyesmi maradt. Ennyire jó. Egybe írják, vagy külön, érted? Ez a kérdés. Ez a kérdés. Hát a majd, hogy nem, mert azt masszívan egybeírják. Na, hát akkor, akkor, akkor az, az nem számít. Pedig nagyon szépen köszönöm, és tündérbogarak vagytok, és a legnagyobb műsorvezetők vagytok, akiket valaha hallottunk, meg láthatunk. A magyar média világában. Megvan már csomag. Ja, ja, akkor szépen csá. Köszönjük. Nagyon szeretlek benneteket, és nagyon köszönöm a lehetőséget. Köszönjük, hogy neteket. Ciao, ciao. Hello. Héten múlt pontosan egy perccel. Várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk 16 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és folytatjuk. De sokan írjátok, hogy ki mondta, de nem. Hát azt, hogy majd, hogy nem, majd, de az egyben van, ugye? Tehát, hogy az nem számít. Azt hiszem, talán egyszer abban maradtunk, hogy ezek nem számítanak. Nem számít. Aztán maradtunk abban is, hogy minden számít, aztán most meg már nem tudom, hogy miből maradtunk. Most meg karácsony van. Na, de vigyázz, így van. Boldog kegyeletes. Kegyeletes, kegyelemteljes, békés, meghitt, áldott. Tessétek, tényleg szeretetek a szíveteket, vele gondoljatok azokra, akiket nagyon szeretek, és sokat jelentenek a számotokra, de azokra se haragudjatok, akik egyébként megkeserítik az életeteket az év közben. Ez a beszéd. Jó? Mindenkit szeressen, mindenki mindenkit, jó? De azt a parkolóját már kinéztem magadnak. Igen, rohadjál meg. Igen. Én, figyeljetek, nincs káosz a városban. Tegnap én benn voltam, mondom, 7 órakor indultam, és egészen jól lehetett haladni a Lánchídon, a körforgalomnál, a Clark Ádámnál. Én azt hittem, hogy egy órát megyek majd, mire elérek az október 6-a utcába, de nem volt szerencsém az a fajta ilyen nagy karácsonyi tülekedés, ami lenni szokott, hogy áll az egész város, és mindenki örült valahogy így. Mint egy kicsit megnyugodtak volna az emberek. Egészen nyugi volt. Tényleg? Én legalábbis amerre mentem, pedig azért elég frekventált helyeken mentem, Lánchíd, Clark Ádám alagút, azért az beszokott dugulni, mint hussantam. Pont akkor álltak az autó, mert is vettek egy nagy levegőt. Igen. Most! Igen. Vagy lehet, hogy buszában. Olyan jól lehet találni, bali, hülye, 10 perc a buszában vagy. Nézzétek, hát nincsenek autók, menj már ki a buszában, hülye vagy. De nagy verre, mi az a 7-es busz? Igen, úgyhogy lehet, hogy ez volt az oka. Áll a budai alsó, hogy nyitott négykarikás terepjára az úton keresztben, itt felejtve. Bali nem rémlik valami jobbulás. Nyitott. Igen, nyitott. Ja. Nyitott négykarikás. Zsolt küldte nekünk. Azt hittem, hogy közlekedés egyébként. Azt mondja, 354-es Debrecen elkerülően a 6-os kilométernél piros Ford Fiesta-ból trafiznak. Ezt útépítő küldte nekünk. Aztán valaki Óven bácsi Berunén szeretne játszani. Hát... Nem rossz. Én szeretem azokat, akik egy ideig nem hallgatnak minket, visszatérnek és bejelentkeznek egy olyan játékra, amit tulajdonképpen nem létezik már. Aztán azt nézem, hogy mi még az, ami friss lett. Igen, sokan írjátok, hogy kimondtad, ezt rendeztük, hogy akkor megadtuk. Igen, Méri Kapuváron a focipályánál a Csorna felé közlekedőket, ezt Benő küldte nekünk, és trafi van a 150-es úton Mosonmagyaróváron, ezt Gábor írta. Valamint még egy-két kérdés. Smokkencset kell megkérdezni, hogy mi a teendő vasnaposság ellen. Smokkencset lehet, hogy fel kéne írni, csak nem kértünk tőle számot. Uh-huh. Smokkencstől nem kértünk számot. Meg ő mindig aznapos, tehát, hogy ő... Na, igen. Na, hát ez a titok, ezért nem másnapos soha. Igen. Pali, megvan már a jegyed a Star Wars-ra, ha nincs, húzzál bele. Kinek van már jegy? Neked, mert te már vettél. Mi már megvettük. Gyerekek, a Janinak már megvan, csak mondom, hogy ő már résem mi volt. Mi 23-án ott vagyunk. Istenem. Ott vagyunk a Korminba. Lehet, hogy már elmegyek és megveszem. Mindenképpen. Nem tudod neki eladni a jegyeket? Megveszem, jó áron. Van az a pénz szerintem. Én dupáron megveszem, és te vegyél magának újat. Úgy vagyunk, hogy van 4 darab jegyünk, 3-an megyünk, de az egyik székkel a kabátoknak. Sajnos nem tudsz jönni. Nem, én nagy csoportos Star Wars-t akarok nézni, csak még nem tudom hol, nem tudom kivel, és nem tudom mikor. De egyébként minden itiner megvan. Nem. Tehát ez a 3 dolog hiányzik, hogy meg kéne beszélni, hogy hányadikán, hogy hányan megyünk meg, hogy melyik moziba. Aha. De olyan kevés infó hiányzik a sztoriból. Hányan, hova, mikor és mi a film? Régen voltam ennyire bezsongva. Hogy végre jön egy film, amit tényleg az első között kell látni. Nem akarom senkitől hallani, hogy milyen, nem akarok spoilert olvasni az internetes oldalokon. Látni kell minél előbb.
Nem? Hát és ez mozi, tehát hogy ez... Hát Gigi, szerintem ezt nem tudta elrontani. Letölteni bűn. Nem, ezt mozi. Ezt mozi. Aj, vetíti a tévét fél év múlva már. Hova jövő karácsonykor már leadják, mert ezt kesedek egyszerűen ez elő. Hova? Nem, ezt mozi. Hát ezt moziba kell. Ezt moziba kell megnézni. Na, ha már közlekedés, akkor tegnap nagyon szeretnénk megköszönni annak az autósnak, aki a Hősök terén a balra kanyarodó sávot úgy értelmezte, hogy feltétlenül alá kell mennie egy turista busznak. Nem lett senkinek semmi baja, csak ahogy azt nem értettem, hogy ez egy ilyen viszonylag világos sztori, mentünk a Mikulás gyárba a Dózsa Györgyön keresztül, és a csávót megállt keresztbe, és így betolatott, de egy álló busz alá. Tehát, hogy nem értetted, hogy az hogy lehetett összehozni ezt a történetet. Külön köszönet a rend éber őreinek, akik elkezdték ott irányítani a forgalmat, mert pont arra akartam reagálni, amit mondtál, hogy semmilyen izé nem volt. Mi egy órát mentünk tegnap a Mikulás gyár felé, mert vittük oda a szokásos évi ilyen jó téteményünket, és tök jó, mert képzétek el, az van, hogy a Szentendrei, nem tudom, hogy ott van egy laktanya, vagy van valami katonai iskola, de azt tudom, hogy onnan vezényeltek ki egy csomó kis katonát, ilyen félig önkéntes melóra, akik a Mikulás gyárban válogatják a cuccokat. Tényleg? És odaállsz a kocsival, és rögtön jött két kis katona egy bevásárló kocsival. De egy ilyen nagyjal, hogy jó napot kívánok, erőt, egészséget, mondom, hagyjuk ezt srácok, nem a seregbe csak pénzi Mikulás gyár. Igen, csak jöttük egy kicsit segíteni, hogy tudnak-e valamit, mondtam, hogy persze, gyertek, itt van, kipakoltuk a dolgot. A srácokkal is bevittük, mert most is működik egyébként 20-áig a Mikulás gyár. És ha valaki akar még segíteni, akkor van. 20-áig van? 20-ig. Igen? Aha, 20-ig még lehet vinni, mert ugye kell nekik 4 nap, hogy kivigyék a csomagokat. Igen. Ez ugye arról szól, hát, ha valaki nem tudja, hogy itt összegyűjtenek egy csomó mindent, amit tulajdonképpen az emberek adnak, adományok, nem? És aztán elviszik olyanoknak, akik rászorulnak. Tehát te vagy maga a Mikulás, egy kicsit viszel oda valamit, vagy a gyerekeddel oda viteted, amilyen játék neki nem kell összeszedni. Ez egy tök jó tanulási folyamat a gyereknek is. Na, hát mi is ezt csináltuk, azt elmondanám egyébként, hogy két nagyszerű gyerekemmel próbáltam alkudozni, mert én ugye általában egy tartós élelmiszert kérnek leginkább, meg mondjuk jó minőségű ruhát, tisztító szereket. Én elmentem, bevásároltam ebből, és mondtam a srácoknak, hogy este megyünk a Mikulás gyárba, elhoztam Somát az óvodából, mondom, itt az idő, megtanuljuk a nagy lelkűséget, gyerekeim. Egy-egy plüst kérek. A két gyerek 2 órán keresztül ült az ágyon. Hogy melyiket? És akkor, de hogy apa, ezt értsd meg, hogy ezt te hoztad nekem. De mondom, figyelj, ez itt van 3 éve, rá nem néztél. Egyszer, amikor valami turnén voltunk onnan. Azonnal fontos lesz. Azonnal fontos. Mondom, srácok. Hogy erős a kötődés mind a 304 darab. Igen, és próbálod mesélni, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek nincs plüssük. Ez az egy, amit te fogsz adni. Neki ez lesz a plüss. Jó, akkor Pannáit viheted. Igen. És ez volt a Soma. Jó, akkor a Panna adjon kell. A Panna elkezdett üvölteni, hogy nem Soma, miért, hogy lehet ilyen szemét, adjál te is. Na végül is aztán összeszedtünk egy csomó játékot, és akkor azokat is elvittük, de 20-áig lehet még vinni, és plusz van még egy nagyon jó dolog, aki nem tud kimenni ide, de nem csak az 56-osok terén van, hanem egy csomó helyen ezt a mikulásgyár.hu meg tudjátok nézni. Van egy úgynevezett Potato Pack nevezetű sztori, ami egy ilyen élelmiszer csomag, és akkor azt tudod vásárolni interneten keresztül, és akkor azt. Tehát aki nem tud kimenni, de van pár száz forintja, azt tud segíteni. De kimenni meg tök jó, mert jó megcsinálták az egész teret, tehát egyrészt a Mikulásgyár nagyon jól néz ki, egy ilyen nagy csúszda van bent a gömb alatt, tehát látványos az egész, és az egész teret megcsinálták. Kis árusítóhelyek vannak, tudsz, forralt bort, van program, van színpad, azt érdemes megnézni a 19. hétvégén, azaz most nagyon sok koncert lesz meg ilyenek. Úgyhogy érdemes kimenni, te tök jó volt, de ez a gyerekekkel, ez a vita, tehát, hogy segít, tudod, és akkor mondja mind a két gyerek így sillogó szemmel, hogy hát igen, ezt milyen jó segíteni. Mondom, csak ne kelljen adni semmit. Akkor csak ne az enyémből. Apa, légy a saját plüsseidből bármit, de nekem nincsenek. Hát az a te baj. Na pontosan ezt meg, és a legnagyobb mondat egyébként a Somától jött megint, mert mondtam, hogy ők olyan gyerekek, akinek semmiük nincs, és kérdezi a Soma, de hogy a Jézuska nem hoz nekik semmit? Mit válaszolsz? Hogy ők a Jézuskától nem kaptak semmit? Igen, hogy ők nem voltak jók, hogy nekik nem hoz semmit a Jézuskától. Hogy áttolta rögtön a Jézuskától? Hát jó, most ez az élelmességen kívül mondom a dolgot, érted? Hogy mit válaszolsz? Hát, hogy biztos kapnak csak apróságot, keveset, meg hogy jók voltak, de hogy nem mindenkinek jut olyan sok. Igen, hát az ember úgy megpróbálja ezt, hogy finom, hogy közben elrombold a mítoszt nyilván, meg hogy ő azért, neki ne legyen oda a történet. Hát ez az.
Igen, ez nem egyszerű. De egyébként hál' Istennek azért, hogyha valaki adni akar, meg segíteni akar, akkor az nagyon sokféle formáját meg tudja találni most így az adakozásnak. Nekünk is van azért egy adókapok rovatunk fönn a honlapunkon, www.morningshow.hu, ami így évvége táján mindig beszokott indulni, tehát ha valaki úgy érzi, hogy egyrészt szüksége van valamire, másrészt pedig segíteni szeretne, akkor az nyugodtan látogasson a honlapunkra, és kattintson rá erre a bizonyos topikra, és ott is van rá lehetőség. Adott esetben elcserélgessetek egymással dolgokat, amikre már vagy egyikötöknek nincsen szüksége, és a másiknak szüksége van, vagy pedig, hogyha valakinek segítségre van, mondjuk tartós élelmiszerre például, vagy ruhadarabokra szüksége, akkor az nyugodtan írja be a rovatunkba, az adókapokra, és aki pedig adni szeretne, látogasson fel oda, olvassa. Hát, igen, ez nem pénzes, tehát ez nem pénzes. Nem, nincs, hogy eladnám egy plazma tévémet nagyobbra cserélném, akciós 100 000 forintért. Ez nem egy internetes piac, nem, ezt felejtsen mindenki. Amit van, földobod, felajánlod, és akkor valaki lecsapja, elviszi. Hány csere alapon működik. Hú, emlékszem, 3 vagy 4? Hát igen. És akkor ilyen ünnepek táján mindig beszokott azért indulni. Évközben is így csordogálnak azért a megkeresések, hát nyilván az országban sajnos nagyon sok rászoruló van, de egy ünnepek tájékán nagyon-nagyon beindul. Úgyhogy onnan is lehet egyébként segítséget várni és kapni. Igen, érdemes azt megnézni, ha valaki valamire rászorul. Igen, morningshow.eu, az EU-t üssétek, mert a hú nem sokára megszűnik, úgyhogy szokjátok az EU-t. Ez már jelent valamit, hogy megyünk bele a nagy tutiba, vagy... Megyünk az EU-t. Megyünk az EU-ba, megyünk az EU-ba. EU-ba mi is. Fogalmam nincs, mi a különbség, de meggyőztem, hogy ez így hogy jó. Ez nekem jó. Hogy ez nekünk jó. Az EU, az most nagyon, nagyon kell az EU. De én elhittem. Jó, hát ez... Morningshow.eu. Jó? Mindenesetre benne, mint a pod, hú. Nem? Tehát jobban. Én már húti szerettem, nekem nem volt. Nem volt vele. Nem volt vele bajom. Na, biztos sokan látták azt a fotót, ami elterjedt az interneten. Hát a kínaiak ugye nagy csodákra képesek. Ők néha körbe aszfaltoznak egy házat csak azért, hogy autópályát tudjanak köré építeni, ha a tulajdonos nem akarja eladni az útépítő cégnek. Vagy azzal az államnak. Mi van azzal a 80 éves bácsival, azt tudod? A zseniális történet. Emlékszel, ott állt a ház az autópálya közepén, úgyhogy a csávó sekicsebe. Sekicsebe, és köré építettek egy autópályát. Ő mondta, hogy ő nem hajlandó kiköltözni a házából. Hát, ha nem, nem. Ha nem, nem, fogták, körbeépítették. Na, és most egy újabb fotó terjed az interneten, és a fotó arról árulkodik, hogy mi történik, amikor Kínában átadnak egy új építésű házat. És hát látszik azért, hogy a kínaiak is tudnak hibázni, ugyanis gigantikus elektromos kábeleket húztak át úgy a lépcsőn, sőt, sok lakáson keresztül, hogy hát nem tüntették ezt el, és kvázi tulajdonképpen csípő magasságban megy át keresztbe a lépcső. Óriási. Úgy, hogy azok, akik szeretnének átmenni a lépcsőházon, azok vagy egy foszbőrével átugranak rajta, vagy pedig lehajolva, limbózva, négy kéz láb másznak át. És ami még érdekesebb, hogy az, hogy a lépcső nem lehet felmenni, az oké, de hogy az ember kinyitja a saját újépítésű lakásának az ajtaját, nem tud bemenni a lakásba, mert úgy húzták át az áramkábeleket a lakáson, hogy fejmagasságban az egyik lyukból elindul 30 kábel, és beszalad a másik lyukba, úgyhogy azt hozzá is tudsz nyúlni, és meg tudod fogni. Kvázi keresztül húzták a szobám. Mondjuk, hogy lehet hasznosítani, tehát ha valaki gumikesztyűben és gumitalpú cipőben akar igen. teregetni, mondjuk, az megteheti. A nedves ruha rá a kábelre. De szó. Így nem is, tehát hogy a lukkal se nagyon szaroztak már, ne. Bocsánat, egy 10x10-es valamivel kivágtak nem a csempéből, átütötték a falat, és azon jön ki a kábel. Döbben. Nagyon hát jó. Figyeljetek, itt az egyik vállalkozó nem várt a másikra. Tehát, hogy a burkolók már rég befejezték a munkájukat, amikor még az áramosok, a villanyszerelők még sehol nem voltak. Hát kicsit később értek, azt később fejezték be. Munkát. Nos, nagy ügy. Bizonyám. És látszik a fotón, hogy két ember csodálkozva nézi a kábel rengeteget, hogy mit fognak ezzel csinálni, mert hogy ők valószínűleg a tulajdonosok, akik ugye nem értik. Nem értik, hogy ez a kábel, ez mi a fenét keresett. Mi a fenét keresett. Ez meg mi az úristen. Ez szépen átosztják. Gondolják kínaiul. És a legszebb, hogyha még így sincs áram a lakásban. Aha. Igen. Igen. És hát a lépcső ez is gyönyörűen néz ki, kiütötték a csempét és áthúzták az áramkábelt. És talán arról még nem beszéltünk, hogy mikor az ember tényleg beköltözik az új lakásába, és most kifejezetten olyan irányba szeretnénk terelni a témát, hogy nem arról volt szó, hogy amikor te megvettél egy lakást, mert ezt már megcsináltuk és valamilyen rejtett hiba volt, ez volt témánk, hanem amikor te új lakásba költöztél, és nem hittél a szemednek, és nem gondoltad volna, hogy a kivitelező, az építető ezt tényleg komolyan gondolja. Hogy amikor levegőt veszek, sípol a tüdőm, ezt ti is halljátok, hogy megint hangokat hallok. Nem, a hangok mondják neked, hogy sípol a tüdőm, vagy hallod, hogy sípol. Vegyél levegőt? Nem, hogy néha egy beszédnél van ilyen kis sípoló hang, és hogy ez belőlem jön.
Aha. Hát belőlem nem. Én nem nyertem egy gumikacsát. Nem, most nem sipoltam. Nem? Szerintem ez te voltál. Hát akkor lehet, hogy sipolat. Minden levegővételnél úgy érzem, hogy sipolok, de lehet, hogy ezek megint a hangok. Szóval írjátok meg nekünk, hogy amikor újépítésű lakásba költöztetek, vagy éppen házba, amit megépítetett az építető, milyen nagy meglepetés várt benneteket. Hát szerintem jócskán vannak ilyen történetek, nem? Amikor valahova beköltözöl, kulcsátadás van, belépsz, és rájössz, hogy nem teljesen ebben maradtatok. Nagy szellőztetés után becsukni az ablakot, de nem lehet becsukni az ablakokat. Nem lehet becsukni az ablakot, nem az a burkolat van fönt, nem folyik víz a csapból, rossz helyre van bekötve az áram, és hát nem rendeltetésszerű a használata annak a bizonyos dolognak. Én újra csempésztettem a félfürdőszobát, meg kértem egy kábelt ki a tükör fölé, és ezt ő úgy értelmezte a csávó, hogy 2,5 méterre van fölrakva a csempe, hogy ott jön ki a kábel, de kívül lehozta. Aha, a 2,5 méter fölment a izé mögött, a kábel fölment. Igen? A csempe mögött, ott kilógatta, és visszafelé ezzel a fehér műanyag. Ne! Nagyon jó! Azzal a kábel, amivel csatorna, ilyen ipari helyeken szokták, igen, egy ilyen fehér csatornán, így lejött a kábel. De szép! 1,80-ig, ahova kértem, hogy jöjjön ki. És nem rakott be egy lámpát, ilyen műanyagrácsos burkolattal? Igen, az nem volt. És mondod neki, hogy tesó, azért ezt így el szokták tüntetni, vagy léci, tehát ez nem annyira esztetikus. Igen, azt kérném, hogy 1,80-nál vágjuk ki a izét, a csempét, kijön, és majd én fölrakom. Nagyon jó, ez nem a kerékpártáról öreg, hanem ez a fürdőszobán. És ezt fogom nézni egy pár évig. Igen, zseniális dolgokat tudnak csinálni. Tehát most tényleg azok írjanak, akik új, voltak olyan szerencsések, és új lakásba tudtak beköltözni, 0 kilométerrel, nagy átadás, beléptek, és hogy mi fogadta őket. Jó? Ezt írjátok meg nekünk. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan. 2 perc múlva szép reggelt kívánunk, mindenkinek itt vagyunk, és egy érdekes történetről beszélünk, mert láttunk néhány fotót, amikor is ugye hát Kínában átadtak úgy egy új építésű házat, hogy behúzták az áramkábelt, vagy behúzták az áramkábelt, vagy az ott volt, és ráépítettek, vagy körbeépítették egy házzal, nem tudjuk, mert hogy ők nagy csodákra képesek. És arról beszélgetünk, hogy kit milyen meglepetés fogadott már, amikor kifejezetten új építésű lakásba, házba, társasházba, családi házba költözött. Tehát most kifejezetten tényleg olyan SMS-eket vártunk, amikor is te úgy mentél oda, hogy szűz, kulcsakész, gyönyörű, új, minden szép, minden tiszta, minden működik. Ugye? Hát ezért költözik az ember, ha van olyan szerencsés helyzetben, új lakásba, hogy hát az tényleg minden rendben legyen. Egészen elképesztő SMS-eink vannak, hogy ki hogy próbált, vagy ki hogy próbálta túlélni az első éjszakát, amit az új lakásában, vagy az új házában töltött. Nálunk az új lakás egyik sarkából fura hangok után elkezdett ömleni az égett zsírszag. Kiderült, hogy a szomszéd szellőztetője véletlenül hozzánk lett bekötve, Jézusom, amit lefettek tapétával. Puszik rá. Azért az nagyon szép. De ott is egyébként mit gondolt a festő? Tehát, hogy ízed, ma itt van egy... Itt vagyok. Tegyél rá jó zsírtapétát. Jó lesz az. Rakj el a duplám. Új ház a legjobb ablakokkal, 3 rétegű üvegezéssel, csak éppen becsukott ablaknál a tok és a szárny között ki lehetett látni, és kicsit húzatos volt a szoba. A kivitelező válasza, nem baj, úgyis túl jól zárnak ezek a modern ablakok, legalább szellőzik. Annyira tudtam, egyébként nem párásodik az üveg. Ki kell, hogy szellőzön a lakás, kell a járat a levegő. Hát ezek az egyes argongázos üvegek, amúgy annyira jól zárnak. Igen, gyönyörű, gyönyörű. Itt van Marci, hello Marci, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello, nálad mi történt? Hát nálunk konkrétan úgy történt, újépítő családi ház, ugye, utca végén utolsó ház voltunk, kötelező a tűzcsap, jöttem hazafelé, mesterünk a tűzcsapot kocsi felhajtó kellős közepére építette. Hát ez ott látszik, hogy ez egy kocsi felhajtó. Én megkérdeztem tőle, hogy ezt most valakon olyan gondolt, mert már vissza volt földelve az egész. És erre megkérdezte tőle, hogy és akkor most mi a megoldás, hogy ássam ki újra? Hát mondom, szerintem hát ezt így kéne megoldani. Igen, igen. Atya úristen, elbontották, hogy mi lett a vége? Nem, fel kellett tudni. Hát elbontották, persze, hogy kellett tenni neki majdnem 10 méterre. Tehát nyilvánvaló, hogy a kerítésnek a legszélje sorok előre kellett tenni. De volt még érdekes téma, tehát a köműves, mint olyan szimplán kifelejtette a kéményt a házból.
Elképesztő. Egyszer volt, most nem tudom, Magyarországon ki nem mentem valahol, a komplet 40-50-60 emeletből kivették a liftet. Emlékeztek? Igen. Át akartak adni egy felhőkarcolót, úgyhogy elfelejtették. Végig tipálták az eset. Igen, megvan, jó van, kukatáról. Igen, ezt nem itt lelő. Igen. A gyerekek a lift. Lift, basszus. És azt megtervezték irodával, kivitelező, azt mindenki látta, nem vették észre, nincs benne. Na jó, hát most nincs a parság. Marcikám, köszi, hogy elmondtad. Vigyázz magadra. Én is köszönöm. Sziasztok. Hello. Azt mondja, tesóm építetett egy házat a zsírúj fűtésrendszerből, kb. Havi rendszerességgel elfogy a víz, és fel kell tölteni. A szaki meg akarta győzni a tesóm, hogy ez azért van, mert kétféle fém, a részcsapok és a horgonyzott csövek galván elemként működnek, és szétbontják a vizet hidrogénre és oxigénre, ezért tűnik el a víz. Hoppa. Nagyon jó! De jó, egy kis kémia. Milyen okos? 0 kilométeres kézházat vásároltunk. Első éjszaka kigyulladt az elektromos elosztószekrény, harmadik nap elöntött minket a szennyvíz. Nem volt jó érzés, két évig vártunk a házra, hogy elkészüljön. Ezért az építőiparban mekkora csodák vannak, nem? Nem csak a kínaiak ügyesek, nálunk a telefonkábelt vitték egy csőben a villannyal. Este egész jól nézett ki, mikor ívet húzott a kagyló, mikor felvettük a telefon. Még ha meg is vág egy kicsit, tudod? Gyönyörű. A gyerek imádta a sötét szobában felvenni a kagylót, úgyhogy ívet húz. Kicsi, megy már felé, és csörög a telefon. Apa most nem ér rá. Bementünk az új lakásba, az értékesítő azt mondta, hogy van egy jó és egy rossz híre. A jó hír, hogy lesz szobaszökőkutunk, a rossz viszont, hogy nincs víz a konyhában. Elkötötték a dolgot, igen. Barátom beköltözött az új lakásba, és be akarta kötni az új csillárt és a falikar világítást, lekapcsolta a villanyórát, de az áram nem ment el. Végül kiderült, hogy a nappal és az előszoba a szomszédhoz van bekötve. Az lekapcsol, és hát nem. Igen. Na és most legyen sötétség. Jó, de oda itt számláz, az mondjuk nem rossz. Jó, igen, csak te világosban alszol, mert nem tud lekapcsolni a lámpát. Átkopogni. Józsikám, mi még nem fekszünk. Olcsa tovább vissza a léci, közi. Nézd van velünk, Tamás, hello Tamás, jó reggel. Hello, sziasztok, Tamás vagyok. Hello, nálatok mi történt? Hát nálam az történt, hogy 10 évvel ezelőtt építettünk családi ház, és pinceszint, középső szint, tetőtér. És én a tetőteret azt nem akartam beépíteni, de ettől függetlenül ugye a padlás följáró természetesen kell hozzá, mert hogyan megyünk fel. És lényeg az, hogy a kivitelező, ő nagyon szépen megcsinálta a házat egészen a tetőig, igen ám, csak a padlás följárót azt kifelejtették. Tehát az áthidalókat megcsinálták, beöntötték, gyakorlatilag gyönyörű szép sima volt a födém, csak éppen nem lehetett fölmenni, de ez nekem nem tűnt fel. Tehát az érdekes az volt, hogy én is kimentem, én is megnéztem, a melósok is ott voltak, vagy 20-an, mindenki ott volt, mindenki látta a tervezőt, és senkinek nem tűnt fel, hogy a nyílás az meg nincs kihagyva. És este jöttek ismerőseink, és mondják, hogy na hát akkor mutasson már meg a házat, és most képzeljétek el azt a pillanatot, amikor így mutatok lefele, és mondhatom, hogy na erre lesz majd a pincelejáró, erre meg a, és így fölmutattam, és abban a pillanatban az idő megállt, érted, mert én csak mutattam fölfele, és döbbenten néztem, hogy atya úristen, a padlás följáró meg ki lett hagyva. Na most a következő napon jöttek, és ütvefúróval szét kellett verni az egészet, de tudni kell ugye, hogy ilyen áthidalók vannak, és ezeket az áthidalókat nem szabad félbevágni, mert gyakorlatilag ilyen feszít, nem értek igazán hozzá, de van benne valami acél vagy vas szerkezet, ami, hogyha félbevágod, akkor az egésznek a tartó ereje az igen, sokkal gyengébb lesz. Úgyhogy szét lett verve, és hát gyakorlatilag a mai napig is ott meg van repedezve a mennyezet a szomszédos helyzetben. Az érdekes, hogy 10-20 ember erre az átmegy, és senki nem veszi észre. Senki nem veszi észre. De tudod, mi az érdekes? Hogy felmentem, én is, megnéztem, sőt, a szomszéd épületről lefényképeztem fölülről az épület, az én házamat, és még akkor se vettem észre, hanem csak amikor mutatni akartam az ismerősömnek, akkor tűnt fel, hogy igen, atya úr. Egy gyerekek, ez látom. A hol? Igen. Nagyon kevés. Mai napig emlegetjük egyébként ezt a történetet. Köszi, hogy elmondtattam át. Köszi. Hello, hello. Hello, sziasztok. Ez is nagyon durva. A mellékhelység kézmosóját úgy szerelték el fel, hogy beleütközött az ajtó. Nem lehetett bezárni. Azért ezek komoly tervezési hibák, mikor a morzsótól nem tud becsukni az ajtót. Nagyon szép. Bukarestben van egy új panellakást, most lettek átadva. Az erkélyeket az ablak mellé rakták úgy, hogy egyáltalán nem lehet rá kimenni. Egyszerűen döbbenet. Fent van a neten a fotó is, csak most nem tudom átküldeni. Puszi, Anikó. De nem azért van, hogy te kijárjál. Hát nem. Tetőtéri lakás erkélyajtaját résnyire lehetett csak kinyitni, oldalazva lehet csak kiférni, szerintük ezt így szokták. Most a magyarázatok a legjobb. Nehéz lesz, ha állapotos leszek, írja Márti.
A magyarázat a legjobb, így van. Ez a legjobb, ez a részcsap, meg a nem tudom milyen a horgonyzott kábel, hogy elbontja a vizet. Elbontja a fémet. Mire? Hidrogénre bontja. Kémia. Igen. Az erkély az újépítési lakásnál befelé lejtett. Az első esőzésnél mertük a vizet a szobából. Marika küldte nekünk, gyönyörű felismerés ez is. Azt mondja, Gödöllőn újházban a melegvízre kötötték rá a vécét úgy, hogy melegvíz csak a slózim volt. Kézmosás. Rágám, megyek kezed, most én rendben van, de húzd le magad után. Atya úristen. Hát de vannak tényleg nagy csoda. Nagybátyám új házzal kész, első szellőztetés, ablak kinyit és le is esik. Az összes fordítva volt berakva. Szerinted mit érzett a kőműves, amikor vakolta? Hogy az neki tényleg nem tudta fordítva? Tette be. Valószínű, hogy berakták. Igen. Mert ezt úgy szokták, hogy tokot külön beteszed, aztán fölteszed rá az ablakot, nem? Igen. És ő együtt rakta fordítva. Igen. Ferivel lakom majdnem egy házban, az erkély ajtó 45 fokban nyílt, mert beleakadt a mellette lévő ajtóba. Komoly harc volt, mire elismerték, hogy az ajtónak minimum 90 fokban kell nyílnia. Csodás sztori. Lakópark földszint, a terasz bruttó egy méterre volt a talajszintől, mikor rávilágítottam, hogy mintha lemaradt volna a lépcső, akkor a szaki csak pislogott. Érezte ő, hogy valami hiányzik. Mondta. Jó, hogy mondtam, mert a többi 10 lakásnál is elfelejtett. Jézus, Atya úristen! Tehát a teraszról nem csinált lépcsőt, és érezte, hogy valami hiányzik. Aha! Érezte, ekkora duma? Igen. Éreztem, hogy valami hiányzik. De jó, hogy itt van főnök. Mutatós, de valami itt nem smakkol. Atya úristen! De a duma óriási, éreztem, hogy valami hiányzik. Festőként dolgozom, kifestettünk egy lakást, szerettük volna szellőztetni, csak hogy az ablak kilincs kívül volt a harmadikon. Tehát fordítva tették be az ablakot? Ott is valószínűleg. De hogy teszed be fordítva az ablakot? Igen. Hát azért én nem vagyok építési vállalkozó, se kivitelező. Megfogok egy ablakot, és berakom a helyére, és ha nincs kilincs, hát azért az laikusként is észreveszem, hogy ez nem, valami nem, gyerekek, a rohadt életben valami nem. Egy gyors teszt biztos van a végén. Igen, kinyitom, becsukom, Tehát ott azért valami hiányérzet kellett, hogy legyen. Távirányítós elektromos lesz biztos. Az is lehet. Igen. Atya úristen. Nekünk a bejárati folyosón fejmagasságban húzták be a vizesek a vezetéket, és a cső mögé közvetlenül tették a villanyóra szekrényt, amihez így nem lehetett hozzáférni. Kérdezném, hogy szerintetek melyik készült el előbb? Egyébként jó a kérdés tényleg. Tehát, hogy így az egyik hogy nem vette észre a másikat. Na jól van, hát köszönjük. Ja. Drága hallgatók, az SMS-eket van sok történet bőven. Azt türelmet. És ugye a legszebb, mert ha használtam, veszel valamit, akkor azt mondod, oké, felújítod, megcsináltad ezt az. De a 0 kilométeres lakásra úgy akarsz beköltözni, csak berakod a cuccod, ott vagy, és minden rendben van. Nem? Emlékszem, amikor legutóbb ugye lakótelepen, vagy legalábbis ahhoz hasonló épületben laktunk, magas földszintes, 5., illetve pontosabban a 4., mert magas földszint volt, és ott volt a vízóra, a WC-ben, hátul, a WC mögött úgy, hogy le kellett emelned először egy ilyen 30 kilós vaslapot, de úgy, hogy a fal meg a vaslap széle között kb. Egy ilyen 1,5-2 centi volt, és akkor így kioldalasztál vele nagy lezen, letetted, én nem is tudom, hogy ezt hogy csinálták úgy, hogyha nem volt mondjuk férfi a családban, hanem mondjuk egy törékeny nő volt ott, és itt leemelni, oké, leírt a számot, megfogta, visszatette, igen, és kioldalasztál valahogy a WC-t. Döbbenet, igen. Ide egy hallgató, tök igaza van, ha nem a cíni a melósnak, 3 dolog nem lesz házban. Egyenes, merüleges és párhuzamos. Igen, de ha sokat adsz, akkor meg ez a 3 legyen. És végig durcás. Igen, és még egy esemes, nagyon jó, Kínában 2010-ben feldőlt egy 13 emeletes új társasház. Feldőlt. Felborult. Igen, eldőlt. Na, a kutya fáját. Ott minden rendben volt, csak az alapozásnál. Na játszunk, mit mond Dóra játékunkkal? Folytatjuk, itt van már is hallgatónk. Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. És hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Irod, sziasztok, Dóri vagyok. Hello! Na, megfejtettük volna. Rájöttünk volna. Ez még nekünk is megy. Rövid neveket megfejtünk. Hosszabbakat. Már nem, Dóri, honnan? Hello. Honnan hívtál minket? Debrecenből. Sziasztok. Debrecenből. Mit csinálsz ott? Mit dolgozol? Ügyintéző vagyok. Ügyintéző? Hol? Bankban? Hivatalban? Hivatalban. Hivatalban ügyintéző. Igen. Szereted? Szeretem, igen. Nagyon jó kollégák is, úgyhogy jól érzem magam itt. Jó a csapat?
Jó, nagyon. Az sokat dob egyébként egy munkahelyet. Ugye? Azt dob igazán. Igen. Az sokat, sokat tud hozzátenni. Na, igen. Azt mondja, hogy mondom, hogy miből tudsz választani, kedv van, úgyhogy még van egy csomó mindenünk. Van híres emberünk, van szólásmondás, van tárgy, és van város, az egy picit nehezebb, ennyit talán segítek, de mindegyik elég hosszú, tehát igazából nem tudsz könnyűt választani. Ez van, ezen témakörökből lehet még szemezgetni. Melyik legyen? Hát én lehet, hogy megpróbálom a várost. Aja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 j
az utolsó részre kell koncentrálni, mert ha az ember azt megfejti, akkor tudja, hogy mivel indul, és már könnyebb kitalálni. Jó, lássuk. Na figyelj, fél perc, kétszer mutatjuk, utána elkezdünk kivenni dolgokat az ajándékcsomagból. Mehetünk? Mehet. Elindult az óra, figyelj. Grumnes szohaj. Még egyszer, kérem szépen. Grumnes szohaj. Mutassuk még egyszer? Igen. De csak fél percünk van. Lejárt az idő. Ez nagyon, mondtam, hogy ez nagyon nehéz. Nagyon. Grumnes szohaj. Halljuk. De szerintem ez még csak nem is biztos, hogy jó. Na ne. Hallgassuk meg még egyszer, figyelj. Grumnes szohaj. Szahaj. Szohaj. Halljuk. Válasz egy másikat. Jó, nézzük akkor egy tárgyat. Jó, mert ez igen. Igen, ez picit ilyen. Igen, szerintem nem egészen jól artikulált, és ezt így nem lehet érteni, mert Johannesburg, de annak nem szóhaj a vége. Grumnes szóhaj. Ez nagyon nehéz volt. Nem, a Dóri nem ismerte valószínűleg nagyon ezt a várost. Szahoj, joha. Az nem jó. Nem. Vagy mi feliratoztuk rosszul. Másikat. Válasz egy másikat. Akkor egy tárgyat szeretnék. Tárgy. Oké. Óra indul. Újra. Figyelj. Jó? Mehetünk? Mehet. Figyelj. Őző főpit. Ez nagyon egyszerű. Rosszul hallottam. Jó, mutatjuk. Figyelj. Őző főpit. Ez könnyű. Őző főpit. Nagyon könnyű. Ez könnyű. Őző főpit. Megmutatom még egyszer. Tessék. Főző. Nem, a végére koncentrálj. Őző főpit. Ezt hiszem, nagyon rosszul hallasz titeket. Nem áll. Ah, pedig a picet lehetett érteni, ez abszolút. Könnyű ez volt. Könnyű volt, figyelj. Őző főpit. Cipőfűző, őző főpit. Ezt lehetett érteni. Tehát ezt lehetett érteni. A picre, ha koncentrálsz a végén, akkor az a cip, és akkor ott utána már az megvan. Hát telefonon egészen más. Igen? Igen. Jövő héten gyere. Hát nem jövő. Baj. Ne, játszunk jövőre valamikor, jó? Nem baj. Örülök, hogy beszéltem veletek. Puszi. Köszönöm szépen. Szép napot. Ciao. Hello. Nincs katarzis ebben a játékban, ha nem találja ki. Nincs. Hát nincs. Ugye. Most akkor katarzis hiányod van? Igen. Segítesz rajta? Adj egy katarzis. Persze. Adj neki. Segítesz rajta. Az a Johannesburg az nehéz volt. Az nehéz volt, igen. Igen, odafigyeltem. Nem baj, majd honlap lesz helyett egy Tenochtitlán, vagy valami. Ez micsoda? Tényleg, mint ahogy ez egy város, egy mexikói város, hogyha jól emlékszem. De visszafelé? Valamikor nem, ez az eredeti. Jézus Mária. Engem ma beviszel a málásról bármivel. Egy perc, a pontosan 8 óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim! Hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, 14 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, kezdek megérkezni. Igen? Egészen jól, jól kezdek. Hát szerinted, ugye, tehát hogy ezt azért tegyük hozzá, ez a belső látás, igen. Ilyenkor mindig érdemes egy külső szemet is megkérdezni. Anya, nyílt lángot a közelembe még ne használjátok, csak ennyi lenne, egy nagyobb sóhajtás után.
és felgyullad minden, de igazából kezdek egész jól lenni. Nagyon segít jó, a tea, hidratál a víz, a forró picit, víz, picit, a forró picit, tea. Úgy érzem, hogy a reggel a bedobott multivitaminok semmit nem használnak ma, illetve feleslegesek voltak, mert az a gyümölcsmennyiség, ami árad belőled, így ilyen pára meg lehelet formájában, az nekem bőven elég lett volna. Igen, érezted a cefrét? Mára nekem ez már pont elég. Ah, figyelj, ez is kell ez, de nem tényleg egészen jól kezdek lenni. Figyelj, egyszer vagy fiatal. Már nem. Már egyszer voltál most fiatal. Már csak arra törekszem, hogy többször érezzem magam fiatalnak. És ez egyre jobban vagyok, ez tudod, hogy szokott lenni, hogy jön az összeomlás 10-11 körül. Lemerült minden elem. Minden lehetőséget meg kell ragadni. Én azt mondom, az embernek van egy 6 éves, meg egy 10 hónapos, most már lassan 12 hónapos gyerek, és elkeveredik egy stábulira. Én olyan vagyok, mint egy halálra ítélt. Ott nem lehet tudni, hogy nem az utolsó borom, mert nem az utolsó, nem tudom. Rozé, amit még az ember megijat. Itt már nincs alibizés. Nincs, kocsival jöttem, meg korán kell hazamennem. Persze, nincs. Korán kellett hazamenni, de ha fél órád van, akkor fél órád van. Tedd oda magad. Meg ne alibizzél. Az élet rövid ahhoz, hogy alibizzél. 25 évesen még van még buliban, nem itt. Nem, gyerekek, jó. Most már nincs ilyen. Nincs ilyen. Ki tudja, melyik buli az utolsó. Meg ott van a sofőrszolgálat. Ha a sofőrszolgálat volt, amit használtál, és nem beültél valaki mellé a piros lámpánál. Vigyen haza. Ha egy kocsis. Uram, ez az én autó. Csak annyira erőszakos volt, hogy na jó, akkor hagyjuk, jó, hova menj. És hazavitt. Jó, beleszél, most egyszer van karácsony. Igen. Na, azt mondja, hogy Gödrében trafi van a 66-os úton. És még hozzátett a hallgató, nem én mondom, hogy egészség Gödre. Köszönjük szépen. M6-os autópályán Pécs felé a Tengelici kihajtónál esett leterelés van, ezt Gábor küldte nekünk. Balázs, az elmúlt éjjelre beharangozott csillagullást nézted? Kérdezte István. Hát annyira néztem föl az égre, amikor a kapunk tetején ültem, mert át kellett másszom, és fölnéztem, hogy milyen szép csillagos az ég, illetve lenéztem, hogy innen nem merek leugrani. Ennyit láttam a csillagos égből. Volt csillagullás? Te szép vagyok. De szép vagy, sajnálom. De és átestem a kapumon. De szép vagy, persze. De szép macska vagy, Sanyi. Nem láttam a csillagullást, nem, volt elég bajom tegnap, és még a csillagullást kellett volna. Igen, Viki, hol vagy? Itt fekszem a kertben, nézem a csillagullást, ott -4 fokban. És jöttek az esemesek, és most hol vagy a haladók. Haladók, egyre közel. M6-os Pécsféle 125-ös kilométer, 5 autó ütközött, teljes utcárendőrök. Most érkeztek Veszprém, Pécs, jó járható hatóság, mentes Dombóvár térségében kis köddel. Aztán Bali, tudom ám, hogy a biliárd golyó fejű Berényi Mikit fogott helyesíteni a bali közben. Hát gyerekek, szomorú a hír, de az Istennek nem akar Feri rágyújtani. Nem. Hát úgyhogy fel kell készülni a legrosszabbra. Sajnos ez egy van. Egy menekülés utad van a csütörtöki buli. Én arra hozok mindent. Most mondom neked, hogy ott tartok ebben a nem dohányzásos dologban, hogy a múlt héten voltam futni a szigeten, és egy csávó sétált a futókör mellett, dohányzott, és megálltam, és oktatást tartottam neki arról, hogy nem szép dolog a futók friss tüdejébe belefújni a cigit. Fó, de zsibbasztó lehetsz, basszus. Jézusom, azért ne légy, nem kell másokat beigzálni. Esküszöm, gyerekek, ott ment a futókör szélén, ott ugye úgy van, hogy van egy sétáló rész, egy rendes beton, meg van ez a rekordtán, amin futnak a futók. És én ott futottam. És amikor eljön veled, bocsánat, hogy ez amikor eljön egy futó, akkor megkérdezett, hogy egész jó időt futott rekordtán? Na jó. Nem, hülye, nem baj. Jó, ezt még tudjuk már tegnap estjének. Tetszik az ideje, de egész jó időt rekordtán? Igen, egyéni rekord. Rekordtam. Hogy? Na, és ott jó dohányzott az emberünk, és sétált, és én megálltam, és mondtam neki, hogy legyen olyan szíves, mert ez nagyon nem szép dolog, hogy a nem dohányzók, akik ide jönnek és futnak, és a tüdejükben a tiszta Margit-szigeti levegőt szívják, abban maga a kifújt cigifüstöt. Oda. A mondás igaz, rablóból lesz a legjobb pandó. De tényleg így van, a legnagyobb lánzdohányosból lesz a legnagyobb önkéntes rendőr, aki megneveli a dohányosokat. Érted? Nézd! Átállt a másik oldalra. És magam is meglepődtem, mondom, Feri, ez nem te vagy, de aztán rájöttem, hogy de igen, és mert én soha nem csináltam ezt, én mindig vigyáztam arra, hogyha nem dohányzó van, akkor álljon arrébb. Vagyis én álljak arrébb, érted? És most, és mondtam. És ott állt a pálya mellett egy cigizet? És ott állt egy cigizet, ahol egyébként neki lehet, hiszen
Igen. Tehát de nem lehet, hogy annyira hiányzik a cikk, hogy halucinálsz, és ilyen ördög képében megjelennek neked hirtelen ilyen cigiző emberek a válladon, ott a rekordtámpája mellett. Tehát már lehet, hogy ez már egyfajta halucináció. Ennyire. Nem tudom, de én szóltam neki, hogy menjen arrébb, és ne fújja oda akkor, a füstöt. Akkor önkéntes rendőrködtél. És mit reagált? Akkor ugye. Ha igen, na a tipi Mikulás, mert kiszakítom az egyik lábad, a hátad bálik. Nem jó ez, nem jó, ennek nem örülök, hogy nem gyújtasz rá, nem örülök, mert hogy nem, tényleg, tehát egyre jobban izgulok. És az a durva, hogy most kezd leesni, hogy két ünnep között én szállodába megyek, emberek közé megyek, én januárban háromnapos tanfolyamra szeretnék menni. Tehát, hogy igazából tudod, mi a durva, hogy nem is gondoltam bele. Én nem realizáltam én ezt. Tehát, hogy én nem hittem benne, és nekem most kezd leesni, hogy rohadt hülyén fog kinézni, és 6 hónapig nekem emberek közé kell mennem, kopaszon. Vagy egyszer csajjal. Gyakorlatilag pontosan egy heted van. Tehát jövő hét kedre időzítettük, ugye még szerdán van a retro műsor, és kedre időzítettük ezt a dolgot. Bizony. Hát figyelj. Igen. Ez egy szomorú retro műsor lesz. Nem fogsz headbangelni. De nagyon-nagyon-nagyon szomorú. Ja, szomorú lesz. Tanfolyam helyett is valószínűleg detox lesz inkább 3 nap. Hát, ha nagyon hülyén fog kénzni, nem fog elmenni egy olyan tanfolyamon, még 200 ember mondtam van. Neked, hogy ez az építő jellegű benne. Igen. Érted, hogy úgyis olyan tanfolyamra mész, ami a belsődet erősíti. Minek oda külső már? Igen, csak leszámolás az egóval. Megkérdezted, lesz tavaszra műsorod? Mert az viszont nagyon vicces lesz. Hát, mondott valamit, hogy akar valamit, de visszautasítottam. Szokás szerint nem megmondtam rá, úgyhogy... Évi egy elég. Igen. Na, szerintem tavasszal, hát gyertek át, ha minden igaz, az lehet, hogy folytatódik. Tehát, igen? Hogy azért... Igen. Hát az úgyis egy vicces műsor. Abban belefér. Abban abszolút műsor, belefér. Forró vizet a kopaszra. Hát, igen. Jaj. Gyerekek, az Anna írja nekem, hogy itt a Péter. Melyik Péter? Melyik Péter? A Kolossi Péter? Jaj, ne. Hol? Becsörgött hozzánk? Aha. Hogy? Hogy? Adásba akar kerülni? Mit akar? Nem mondta? Mondtunk valamit? Rázd el valamivel. Értem, hogy valami ajándékot akar adni, de mondd meg neki, dolgozom. De már te... Tegnap már megköszönted. Én megszólítanám. Nem tudom, én megszólítanám. De most, ő becsörgött a matában keresztül? Igen, mondta, nagyon aranyos volt, cuki volt. Ott azt van. Tegnap mondtál valamit, de azt ma már megírta az újság. Én tegnap elég sok rozét ittam, tehát én nem tudom, hogy mit mondtam. Már meghallgatjuk, ne várjál. Hello Péter, jó reggel, ciao. Jó reggelt, sziasztok! Hello! Jó reggelt! Hello, ciao! Hát nem olyan rég váltunk el? Hát nem olyan rég váltunk el, igen, és hallom, hogy miről beszélgettek, úgyhogy azért gondoltam, hogy telefonálok. Igen? Hogyha már... Igen, hát hogyha úgyis van ez a fogadás... Van. És arról beszéltek, hogy hát a jövő héten mikor történjen, akkor nekem van egy ötletem, hogy miért nem lehetne ezt már mondjuk péntek reggel megejteni, hogy szombaton este az egész ország élőben is. De szeretlek, Péter, jó, hogy de jó, az első alkalma azonnal hátba szúrsz, úgy, ahogy ember nem várja. Tehát megerősítesz, hogy becsörögti, nyugi bali, nem lesz műsorod, oké, engedjük-e, ne izgulj, vágj le hajat. Erre mit csináljuk? Vágjuk le pénteket. Köszönöm. Így megoldódik, hát minél előbb túl leszel rajta, az egész ország látja, úgyhogy amikor tavasszal megint képernyőn vagy, már senkinek nem fog feltűnni, nem? Tehát, hogy most felvetetted, hogy gyorsan minél előbb csináljak magamból teljesen hülyét. Tehát, hogy egy ország előtt már a talentbe szombaton. Hihetetlen. Őszinte nevetés, őszinte tapsa talentbe. Most először. Egyszerűen mutasd meg, hogy te tartod a fogadásokat, ennyi, és legyen az egész országnak. Ez most azért szemétség, mert most késztények elé állítasz, én tartom a fogadást, csak utána el akartam bújni az ország elől egy hónapra, két hónapra. Szerintem a Kolossi Péter egy nagyon jó fejcsávó, most már ezt egész biztosan tudom, de egyébként megint... A hallgatók már felkészültek a 22-ére, nem téveszthetjük meg őket, hogy ez pénteken megtörténik. Ezt mondom neked, hogy... Hogy... Ez olyan, mint a karácsonyezőn, mindenki örül, hogyha előbb van egy kicsit, nem? Így van, plusz egyébként Péter észre se veszed, hogy megint vele
vele csinálsz jót, mert ha most megmutatod magad a szombaton a döntőben kopaszon, igen, akkor te már nyugodtan mehetsz bárhova, hát érted? Akkor már csak láttál. Csak halkan fognak röhögni rajtad. Így van, én tulajdonképpen csak segíteni szerettem volna. Így van, teljesen igazad. Köszönöm, ezt a segítő jobbot, Péter, hát köszönöm, hát minek az embernek barát, ha van főnöke, nem igaz? Hát ezt a segítőkészséget, hát milyen? Nincs neked szükséged ellenségekre. Megmondom neked őszintén, Péter, hogy elő akartalak citálni ezzel a Kevin sztorival, hogy mi a francér megint. Meg van bocsájtva, adjátok le kétszer, hatszor, bármelyiket. Mert nem biztos, hogy hallottad, tegnap felvetette Feri, hogy az Istenbe van megint. Én meg ugye elmondtam, hogy nincs Kevin, nincs karácsony Kevin nélkül, Feri ezen kiborul. De akkor most ezt megbocsátja neked. Itt van, valamire azt lehet mondani, hogy közkívánatra, és a nézők tényleg szeretnék, hát az Kevin. Igen, és a három SMS-et kaptam. Megtermészetesen Balázs fejét a szombati adásban. Tehát ez a másik. Nincs neked programigazgatóként olyan lehetőséget, hogy ezt írásba ad, hogy le kell duratni pénteken? Érdekes, hogy Péter rám kinek lennék. Egy plusz záradék valamilyen kis szerződésben, igen. Jó. Én szerintem Balázs egyébként is tartja a fogadást, biztos vagyok benne. Ügyesen akar belehajszolni, hogy Balázs tartja a fogadást. Balázs tartja a fogadást, de Balázs ezt átgondolja, mert Balázs 22-ét ígért egyébként. Figyelj, azért kiállni ennyi emberre elé, tök kopaszom, full hülyén. Nem vagy az... tök kopasz, jó, egy fél centis vagy egy centis hallja, hát azért az meglehetősen nyomorult érzés. Jó, adj egy kis időt, még átgondoljuk, megszervezzük. Rendben. Jó? Oké. Okay. Köszi. Okay. Szerintem zseni vagy, szia. Köszönöm, hogy becsörögtél, hello. Péter. Ciao. Köszönjük Korosi Péternek, hello. Jaj, te igazán ilyen jó ember. Fej. Igazán nem jó is ember. Gondoltam, hogy ilyen jó fej a főnököd. Nem, te csak akar egy ilyen mögött. Ezt úgy értékelted, hogy ez egy... Én nekem ez nagyon tetszik. Pénteken, de tényleg ez miattad van, most gondolj bele. Megcsinálod a pénteki adást, mindenki úgyis azt nézi, döntő van ebben a műsorban. Megnézik, és utána már nincs meglepi. Mehetsz bárhova. Picit anyósod röhögni fog, hogy átmész. Picit a szállodában, hogy először belépsz. Élőben még szaladt! Nem lenne baj, ha nem lenne egy akkora anya egy a fejemen, itt hátul, ami konkrétan úgy fog kiállni, mint egy ilyen villámhárító. Tehát, hogy... Egy cent is? Hát nem, itt van egy ilyen, nem anya egy, hanem mi ez? Ilyen, én nem tudom. Hát egy vathús. Löncskonzerv van a fejemben. Szép, nagy, kérges vathús. Nyilván egy kelés, meg egy tájog, egy kelés és egy ótvar. Így van. Nyilván, persze. Amikor vég a szezonok, arra szokták akasztani a ródlit. Igen. Amikor régen buszon utaztam, fogasnak használtak. Felakasztották a vathúsra a kabátjukat az emberek a hetes buszon. Amikor nagyon ulatkoztunk, mindig Afrikában, én mindig kimásztam azt a pár fogást. Az a baj, ez jó lesz ez. Ez necces. Jó, visszavonulok, ezt átgondolom. Jó, erre időt kérek. Jó, most rám számoltak, erre kérek egy kis időt. Jó, mert azért az ott kiállni oda ennyi ember elé full kopaszon, amikor még kicsit azon is ízész, hogy az öltöny, hogy hát tudod, minden jó legyen, hogy hülye, bejövök egy csillogó homlokkal. Figyelj, úgyis annyi reklámszünet van, közbe tolassátok le. A francokat, nem, itt. Nem, az lenne jó, hogyha... Azt itt kell, gyerek, hát azért ez egy rádióműsor, az a tiétek, meg az a miénk. Igen, de azt itt kell. Figyelj, csütörtökön, azért jó, mert csütörtökön elmegyünk a céges buliba, ott még elméletileg rá tudok gyújtani. Uh-huh. Akkor megúszod. Ha nem, akkor viszont péntek reggel, puf, túlesünk rajta. Az mondjuk nem rossz. 8-ra bejövünk, 8 óra, 10 perckor már itt áll a zsidró, és... Mondjuk ennek azért örülnék, mert hogy a pénteken bejössz, nyilván úgyis annyira matolva leszel, hogy bármit csinálhatunk. Az a nagy nullás gép. Bari, de hogy is viccel. Nem működik ez a nullás. Nem millé. De hogy is viccel. Bízzál bennünk. Igen. Jó. Rövidebbre. Na oké. Átgondoljuk. Na. Még van időnk. Ma még csak kedv van. Jó. Ma még csak kedv van. Oké. Most egyelőre megy a promó, hogy 22-én, de ezt átgondoljuk. Letoljuk. Jó. És ki jön egyébként? Ki fogja letolni? Azt már tudjunk. Ki lesz a fodrász? Hát én a Hajas Lacit hívtam volna, csak hallottam, hogy elsütött néhány zsidró viccet, és így viszont nem akarom őt hívni. Jézus Mária. Egy fiez az ital miatt van. Szerintem így áll ma este is. Másnaposan mindig ilyen vagyok. Letiltották a Lacit, mert minden társaságban elsüt néhány zsidró viccet. Jaj, minden nap innom kéne, úgy érzed? Nem, ez nem múlik, így jó karácsonyi. Így van, legalább tudni, miből én a bulvár sajtom. Szóval ki lesz a fodrász? Ez egy jó kérdés, nem tudom, kitaláljuk.
Nem tudom. Jó. Gyerekek, egy nullás gépet bárki tud használni, nem? De mondom, mint és itt ülök majd vérző vadhussal, tudod, egy vérmérgezésben benne halok. Pont azért mert így, hogy közvetlenül az utolsó ilyen kis összeröfelésünk után lesz, ilyen céges összeröfelésünk, akkor mondanám neki, hogy ne csinálj nullás gépet, hozzá valami gyantacsíkokat is. Mert akkor az is lehet, hogy megoldjuk, hogy egy picit, igen, egy picit kevesebb szőr legyen rajta. Meglátjuk, átgondoljuk. Ezt át kell gondolni. Visszavonulunk, átgondoljuk. Az biztos, hogy a hírek után viszont egy érdekes témával folytatjuk, mert ugye mindenki Star Wars lázban ég, és hívjuk az egyik alkotót, aki a vizuális területen dolgozott. És hát nyilván nem akarom kiúzni a dolog méregfogát, de meg kell majd egy kicsit csikizni, és meg kell majd egy kicsit dolgozni, hogy beszéljen nekünk, mert köti őket a titoktartás, de mégis vállalta a beszélgetést azzal a feltétellel, hogy túl sokat nem tud elárulni, de hát nekünk Star Wars rajongóknak már az is jó, ha valaki velünk egy légtérben van, és velünk együtt levegőzik, aki dolgozott a produkción. Ő porszívozta ki a Blue Box-ot. Igen, ő mint egy J.J. Abrams a kávét, igen. A vizuális effektek területen dolgozott, egy kicsit a készítésbe belemegyünk majd, hogy hogy készült, mi volt a feladata, hogy instruálták őket, találkozott-e a rendezővel, meglátogatta őket személyesen. Ugye hát nagy hollywoodi stábokban rengeteg magyar dolgozik, James Cameron Avatarján is dolgozott rengeteg magyar, most pedig a Star Wars-ban is dolgoznak. Hát ezért ez nagy dolog. Így van, a mennyei királyságban, hogyha megnézzük az első két sorban, csak magyarok vannak, Pirog Gábor és Csabona. Tényleg? Na persze. Igen. Trójában szintén, tehát millió egy helyen dolgoznak magyarok. Igen. Na, úgyhogy folytatjuk majd Konc Terézzel, őt hívjuk, mert hogy a Star Wars-ban dolgozott. Fél 90 mondta, hogy eltereltem finoman egy nagyobb dologgal, de, és akkor már nem sikerült. Nem. Innentől kezdve nem érdekel a Star Wars. Kopasz. Van egy jegyem eladó, hogy jövő egyszer, de... Fél 90 pontosan jövünk a hírek után. Háromnegyed kilenc lesz pontosan 6 perc múlva. Próbáltad feldolgozni a kis kopasz frisszódat a szombati Got Talent-ba, mi? De. Jó, de szép lesz. Jönnek az SMS-ek. Bali, él még az ajánlatom, Andy. De jó vagy. Igen. Jó, él még az ajánlatom, Andy. Hát, Istenem, hát ebbe beletenyereltünk, gyerekek. Bizony. Csak te. Hát most gondold el, hétvégén már vezetnéd a kockát. De jó lenne nekem. De ezzel lenne. A séróval, ami most van rajtad. Azt a mindenit. Na jó van. Oké, meglátjuk, nem? Hát ebben nincs visszaút. Mit szoktam mondani? Nem az élet kemény. Te vagy csicska. Hát akkor ebbe bele kell állni. Bele kell állni, úgyhogy lehet, hogy a promóval meg kell változtatni az időpontot. Ebből most már nem hátrálhatok ki. Nem. Puhaság lenne. De ezt be kell vállalnom. Nem akarsz rágyújtani? Holnap. Vagy mikor van a buli? Pénteken. Pénteken ráfogok, ha levágatod, az biztos. Igen. Azt én megünneplem. Igen. Péntektől új értelmet ad Balázsnak az elhérsült Star Wars mondat. Benny, én vagyok az apád. A gyerek mit fog szólni? Mit keres itt a bácsi, és hova tette az apukámat? Engem. Na, ha már Star Wars, egy kicsit Star Wars-ozzunk, ígértük, hogy felhívunk egy magyar leányzót, aki dolgozott a Star Wars-ban. És ez nagyon nagy szó nekünk, meg aztán pláne, mert hogy mi hát brutálisan rajongók vagyunk, legalábbis Janival, és nagyon várjuk a 18-át, Jani már meg is vette a mozijegyet. Uh-huh. Én mindig ellinkelem, és mindig megfogadom, hogy ma elmegyek, még nincs, de az első között akarom én is látni. Hát egyszerűen a fiatalságunk egy legenda, és minden az életérzés, a borzongás, és hát aki Star Wars rajongó tudja, hogy ez nagy nap. A Star Wars rajongók életében. Ez hát, egy nagy nap, ami jön december 18-án. A New Hope-tól kezdve, 4., 5., 6. rész, azok oké. Rendben voltak, de hát ugye. De az ne semmi. Addig az 1-2-3, az 1-2-3, az felejtő szerintem. Így van, de 4-5-6 az és ott ülsz majd. Aztán fele se tudja, tehát hogy mi azért már, most már benne vagyunk azért a korban, tehát hogy én már ugye konkrétan a B oldalon, Balázs meg lassan fordítja az A oldalt, tehát a B oldalra, tehát hogy lehet, hogy számunkra ilyen nyomatékosak ezek a részek, hogy az első három, ami nekünk első három, de egyébként kronológiai nem. Én szerintem nagyon sokan lehet, hogy a fiatalok szerették ezeket a legutóbbi pár. Jar, meg nem tudom. Fú. Na, de csak ennyit mutatok, figyelj, csak ennyit mutatok. Chewie, we're home. Istenem. Nem, kicsit még ettől is megborzongasz, az, nem? Az, ugye? Az. Na, majd beadunk egy kis zenét.
Itt van már is az a magyar lányzó, aki dolgozott. Koncz Teréz, hello Teréz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Te pörögsz, de kis vidám hangod van. Teréz, te már itthon vagy, vagy valahol külföldön, ahol dolgoztál a produkcióban? Igen, itt? Most Budapesten vagyok éppen. Budapesten vagy. És hol végezted a munkát a Star Wars-ban? Londonban, a Pinewood Studios-ban, tehát azon a helyen, ahol forgatták a Star Wars-nak egy részét. Azt a minden is. Kint voltál a forgatáson? Hát mi nem voltunk kint a forgatáson, tehát minket a forgatási helyszínekre nem engedtek be, hanem egy hát az irodánk végül is a Pinewood Studios-ban volt, és ott volt egy olyan rész, ahova a fiúk bemehettek, hogy felvételeket készítessenek ugye a fegyverekről, a leszközökről és ruhákról. De te, aki benne dolgoztál, sem mehettél be megnézni egy díszletet? Hát nem igazából. Tehát egy olyan összetett biztonsági rendszer volt ilyen különböző biztonsági zónákkal, hogy kizárólag azt láthattad, amit neked látnod kellett. Tehát hogyha valami nem volt feltétlenül szükséges a munkához, azt nem láthattad. Te nagy. Tehát a fiúknak volt ilyen saját beléptető kártyájuk, és például ezt tök jól illusztrálja ezt, hogy egy ilyen beléptető kártyának a megszerzése, tehát csak az, hogy mindenki elfogadja, és a kezükbe kerülhessen ez a kártya, ez körülbelül egy hét volt. Atya is, de elképesztő egyébként, hogy milyen szigorúság ott van kint, hogy ne derüljön ki semmi, igen, és senki ne tudja megszellőztetni azt, amit nem kellene. Két van. Hét és négy gyerek, ez koronéta. Igen. Igen. Hogy történik maga a felkérés? Ez csak jön egy telefon J.J. Abrams-től, hogy akkor gyere és dolgozz velünk, Teréz? Hát bárcsak így lenne, de hát azért ennél a sokkal prózaibb. Tehát, hogy abban a pillanatban igazából, amikor ilyen vizuális effekt, ami digitális utómunka, tehát amikor egy filmbe digitális utómunka szüksége kerül, tehát olyan dolgok szükségesek a filmben, amit nem lehet leforgatni, akkor a stáb az körülbelül ilyen több száz fővel megduzzadt hirtelen. Tehát olyan emberek is dolgoznak a filmekben, akik rá se kerülnek a stáblistára például. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon sok ember dolgozik a digitális utómunka területén, és ez nagyon-nagyon sok összetett részfeladatból áll. Tehát, hogy ki hogy kerül oda, hát a legtöbben ugye a Lucasfilmből, tehát ugye az ILM-ből kerülnek erre a területre. Én egy másik vizuális effekteket gyártó cégnél dolgoztam, és így sodródtunk oda, hogy mi is segítettünk a film elkészítésében. És mi volt pontosan a feladatod? Mit kellett csinálni? Én produkciós koordinátor voltam, ez azt jelenti, hogy egy gyártási területen dolgoztam, és azoknak a fiúknak tulajdonképpen a napirendjét, stb. Koordináltam, akik ezeket a fényképeket elkészítették. Tehát nekem volt az a feladatom, hogy ők mindig odaérjenek, nekik meglegyen a belépőkártyájuk, hogy a felszerelésük rendben legyen, és hogy az anyagok időben odaérjenek, tehát hogy valamennyire ők is tartsák a saját tempójukat a többiekhez képest. De sohasem ilyen lehetőségetek nem volt, hogy megpróbáljátok összetenni a történetet, vagy a történetszálakat, nem? Tehát, ahogy te is mondod, hogy effektíve sansztalan, hogy az ember bármit megértsen abból, amin dolgozik valójában, nem? Persze, ez teljesen egyértelmű, főleg a VFX területen, ugye nem csak a Star Wars-ban, hanem bármelyik filmben, az teljesen alapvető, hogy az ember kizárólag csak a saját részfeladatán dolgozik. Tehát, hogyha dolgozol egy filmben mondjuk, akkor lehet, hogy összesen 3 másodpercet látsz belőle. És az nagyon fontos is, hogy ezeket a dolgokat titokban tartsák, és a lehető legjobban szét legyenek ezek a dolgok darabolva, hogy véletlenül se szivároghasson ki semmi. Ez nagyon-nagyon komolyan veszik meg. Az ember olyan szerződéseket ír alá, hogy az állásában meg a szakmai jövőjébe kerülhet, hogyha bármi ilyesmit kiszivárogtat, vagy elmond. Szakmai jövőjébe. De tényleg, ez komoly teljesen. Tehát amikor jelentkeztünk mondjuk a céghez, aminél dolgoztam, akkor levetítettek nekünk egy ilyen videót arról, hogy mi történt azokkal, akik kiszivárogtatták az információkat. Nem mondott komolyan, volt arról videó, hogy mi történt velük? Igen. És milyen lézerrel átlőtt emberi testek? Igen. Puskampokról lógtak a plafonról. Igen, birodalmi osztagosok lőtték darabokra őket, rohamosztagosok. Mi történt velük? Hát nem, tulajdonképpen csak annyi történt velük, hogy soha többet nem dolgozhattak annál a cégnél, semmelyik cégnél sem. Tehát, hogy annak, aki specializálódik erre a területre, annak az elég nagy érvágás. Tehát emberek ezrei között van ilyen hallgatólagos megegyezés, hogy nem adunk ki semmilyen információt. És mikor oldják föl? Tehát te most már egyébként nyugodtan beszélhetsz erről, vagy még nincs moziba, tehát úgy beszélgetsz, hogy még most is nagyon vigyázol arra, hogy nem mondj el semmit, ami fontos lehet később.
Addig, amíg a film nem kerül forgalmazásra, és nem kerül bemutatásra, addig nagyon kevés dolgot szabad elárulni. Több helyen azt sem szabad elmondani, hogy egyáltalán a filmben dolgoztál például. De én például nem vagyok olyan információknak a tudatában egyébként, amik gondot jelentetnének szerintem. Tehát én annyira abban a külső zónába tartottam azzal, hogy a srácoknak az idejét koordináltam, hogy nekem nem is juthattak volna a kezembe semmi olyan információ, ami ilyen fő problémát jelentett. De figyelj, akkor számíthatok rá, hogy mondjuk a premiéren, és mondjuk, hogyha előttem ősz egy-két sorra felugrasz majd annál a részre, amint te dolgoztál, és elkiáltod magad. Ez én voltam az Árnyék a falu, 2 hónapig dolgoztam rajta, yes! Legyen szíves, néznénk a filmet. Bocsánat, Iván, Feri, légy. Hát nem hiszitek el, de amikor a Galaxis Őrzőin dolgoztam, ez körülbelül megtörtént, mert ott egy akváriumon dolgoztam egy hónapig a csapatommal, és vagy egy dolgozott a csapatom egy hónapig, és akkor viszont tényleg is felkiáltottam, hogy nézd ott az akvárium a háttérben. Menő, azt csináltam, legyen szíves, jól van. De tényleg, tehát egy hónap is stressz volt az akvárium, mert a Star Wars az más, mert ugye a csapatom az a film egészére vonatkozó kellékeket, ruhákat, fegyvereket segített ugye befotózni. Tehát, hogy gyakorlatilag bármi, ami feltűnik a képen, ami mondjuk digitálisan lett oda téve, és nem a felvétel során, azért valamilyen szempontból felelős volt a csapat. Azt a mindenit. De milyen koordinációs táp dolgozhat azon, hogy ne érjenek össze a szálak? Tehát valószínűleg 50-100, nem tudom, 30 embernek csak az a feladata, hogy a gyártási részlegen belül mindenkit úgy koordináljanak, hogy ne tud összetenni, hogy valójában miről szól a film, hogy senki ne tudjon szivárogtatni. Tehát egy elképesztő gyártási feladatok ezek egyébként, ennyi embert így instruálni, és hogy milyen profi a Disney, meg milyen profik a J.J. Abramsék, azért most már nagyon sok trailer jelent meg, és sokféleképpen mindig beleraknak egy kis pluszt, de igazából nem tudod összetenni a történetet, senkinek nem sikerült még mindig az egész történetvázlatot úgy összetenni egy héttel a bemutató előtt, hogy valójában tudnád, hogy miről szól. Tehát mennyire profik, nem? Hogy jelentetnek meg úgy mely promókat, trélereket, hogy ne tud összetenni, és mindig csak egy picivel adnak hozzá többet. Zseniálisak. Hány magyar dolgozott egyébként a filmen, azt tudod? Nem tudom pontosan, hallottam emberekről, tudom ugye, hogy Török Attila dolgozott, aki most már az ELM-nél van, meg azok a srácok, akikről még így hallottam, van, aki kint van Los Angelesben, de nem tudom pontosan, hogy hány ember. És hogy kerültetek oda? Tehát megcsináltad a VUK 2-t, és akkor erre fölhívtak, hogy Teréz ott a helyed nálunk? Vagy mi a Macskafogó 2-ben voltál? Hát nem, igazából ez úgy történt, hogy én alulról kezdtem, tehát egy ilyen vizuális effekt házak, ezek olyanok, mint egy ilyen gyártószég, vagy mint egy gyár tulajdonképpen, csak így a gépsorok helyett ilyen komputerek vannak mindenhol, de nagyon hasonló a szituáció, és először runner voltam, aztán produkciós asszisztens voltam, még egy másik cégnél a Fast and Furious 6-ban, utána kerültem a Godzilla-ba, utána a Herkulesbe, onnan a Galaxis Őrzőibe. Hát hello, Godzilla, Herkules, Galaxis. Kemény. De érdekes egyébként, mert egy ilyen produkciós házon belül, így amelyik projektre téged oda tesznek, abban fogsz dolgozni. És volt olyan, hogy legalább Mark Hamill után mentél be a büfébe, vagy azt mondták, hogy érzed az illatot 10 perce itt cigarettázott Harrison Ford, vagy igen, ott gittel csubakat. Tehát legalább egy kicsit a közelükbe, vagy valahol volt olyan, hogy elment előtted, mögötted, ott volt a szőke haját, az őszhaját láttad a Fordnak, ahogy éppen ment a igen. Millennium Falcon, hát mit tudom én. Vagy tehát, egy nőstény Evo kiszólt a WC ajtó alatt, hogy dobd már vissza azt a gurigát. Igen. Vagy dobj egy fésüt, mert szét kell neki. Tehát semmilyen kapcsolat, senki? Harrison Ford-dal, sehol, semmi? Igen, volt. Tehát a Harrison Ford-hoz elment mellettünk egyszer egy ilyen golfkocsin. Tehát, hogy őt így sikerült így megneszelni. És így a korához képest így fantasztikusan nézett ki. Tehát azt cikizték is egymást az angol fiúk, hogy bezegte nem nézel ki ilyen jól, mint ő. De előfordulhatott, még az is előfordulhatott, hogy pár ember mellett elmentünk, mert ugye a szereposztás is, ha jól emlékszem, sokáig nem volt nyilvános, tehát nem is nagyon lehetett tudni, hogy ki kicsoda. Vagy csak én nem figyeltem, nem tudom. De jó, egyébként a Star Wars rajongó vagy? De mikor születtél? Bocsánat, hogy ilyet kérdezek, de meg lehet szerintem. Hogy mikor vagy? 88-ban, tehát... Uh-huh. 88. Aha, hát igen, akkor igen. De szereted a 4-5-6-ot, ugye, ami nekünk 1-2-3, de maga birodalom visszavág, a Jedi visszatér, vagy te, hogy megcsinálod, de nem érted ezt a fajta őrületet és áhítatot, ahogy mondjuk mi is beszélünk erről a filmről?
Hát én egy ilyen közepes típusú rajongó vagyok, tehát én a filmeket alapvetően szeretem, meg a Star Wars benne volt a szakdolgozatomban például. Körülbelül ilyen szinten szeretem így a Star Wars, úgyhogy... Ez menő. Azért az ember erről ír szakdolgozatot, a Star Wars-ról. Hát nagyon szépen köszönjük! Ha már csak ennyit hallhat az ember, már az is nagy élmény, hogy valaki ott volt, és forgatáson, és majdnem a közelébe került, kicsit látta a helyszíneket. Teréz, nagyon szépen köszönjük. Ott leszel a stáblistán? Tényleg rajta nem. Leszel, nem? Ja, mondtad, igen, igen. Az elő, hogy a külső körben vagy. A szemete. Rohadt. Igen, igen, nem leszek. Tehát ez nagyon gyakori egyébként vizuális effekt területen, hogy egy filmen dolgozóknak a nagy százaléka nem kerül rá a stáblistára, mert ugye azokat a vonalakat, azokat meghatározzák, hogy hány ilyen vonal lehet egy stáblistában. Sajnán embert be tudnak zsúfolni, annyi kerül rá. És ott vannak ugye prioritások. Tehát ne számítsatok rá, nem leszek ott. De kár. Nem szép tőlük. Nem szép tőlük, igen. Köszönjük! Köszönöm, mi a következő? Bocsánat, csak egy kérdés, azt tudod már, hogy mi a következő munka? Mit, James Titanic 2? Igen. A James Cameron az Avataron dolgozik, ugye állítólag. Nagyon várom, nagyon szerettem. Én most egy kicsi szünetet tartok a vizuális effektek területén dolgozásban, mert most az Olajos Tamással alapítottunk egy saját produkciós céget, és abban termékenykedem. Még elképzelhető, hogy visszatérek majd. Azt hittem, azt mondta, hogy kicsit hazajövök és felturbózom a jóban, rosszban. Egy kicsit segítünk a klinikán. A macsekor. Az éjjel nappal Budapestbe várnak, mert föl kell ragasztani néhány bordűrt. Köszi, Terész, puszilunk. Szia. Köszönöm, szépen. Ciao. Köszönjük. Hello, hello. Na, hála már. Dolog. Ennyit beszéltünk róla, gyerekek. Csak egy kicsit. Tudod, mi ez, Feri? Nem. Bartók? Ez egy zongora ráesett valaki arccal. Várjú. Varjú? Hol a varjú? Varjú. Komám azt mondja, hol a varjú? Csak a zenét, csak egy picit a zenét, csak egy picit. Mindjárt jön. Esik oda kül. Hát már nem dobog gyorsabban a szívem. Nem. Én nem beszélj, mert hányni fogsz. I was raised to do one thing. But I've got nothing to fight for. Érzed, Feri, az erőt? Nem. Nem is magyarul beszél. Jaj, de szépen. Nothing will stand in our way. I will finish. Ezt a maszkot nem tudom megszokni. What you started. Ő fekete, arcos. There are stories about what happened. It's true. Is it, man? No. All of it. The effect on what? Hát azért ez jó. Ez szilveszteri, hogy így ennyi. A Jedi. Nem adod nekem a jegyet? Nem. The Force. It's calling to you. Na jó. Én nem, hogy lehet ez valaki. Ez meddig lehúzom. Nem lehet, hogy ez valaki nem szereti. De ilyen hosszan? Egyszer nem értem, hogy ez valaki nem szereti. Hát nem mondtam, hogy nem szeretem, nem tudom, mi ez. Ez ment nálatok a napfénydiszkó mellettem? A napfénydiszkó nem, aranykalász volt, aranykalász volt, és a Petőfi. Így van, a Petőfi mozgó. Mozgó filmszínház. Cékiség, bozia. Istenem, amikor még tojásért lehetett moziba menni, háromért. Jó, majd bemászni a budi ablakon. Az is volt, csak ott beleestél a kocsantósba. Ezt meg kellett hallani, gyerekek, meg kell, leizzasztam tőle. De jó lesz ez. Na, megmutatjuk a beugrónkat. Jó, picit más dimenzió. Egy kis... Ugyanolyan jó. Ugyanolyan jó, de... Igen. Na, várjátok, ezt gyorsan megállítjuk. Így van. Azt mondja, hogy milyen most akkor ez jó. Most figyelj. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Most figyelj mindenki, jó?
Tyú, de jó. Én ezt bírom. Ez a szigor. Ez már az. Ez a szigor. Aha. Ez az. Ezt így kell csinálni. Írjátok meg, mit hallottuk. Jó, 2 darab előadó, 2 darab dal cím. Mi pedig jövünk a hírek után 3 perc, pontosan 9 óra. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Folytatjuk, itt vagyunk, és vannak friss közlekedési híreink. Az M7-esen Pest felé a 97-es kilométernél mérnek, ezt Zoli küldte nekünk. Jaj, de jó dal, köszi puszi, Zsuska. Igen, jó, egy jó kis Red Hot Chili Peppers, nagyon jó. Nagyon örültünk neki. A 132-es kilométernél is mérnek az M7-esen, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki, menjetek lassan. Aztán egy-két helyen még van trafi. M6-os Pécs felé Dunaszentgyörgynél leterelnek, ott nem trafi van, hanem baleset, ezt Péter küldte nekünk. Salgótarján irányában Mátraverebély előtt Védasó. Ez a 21-es főutat érinti, Andris küldte nekünk. Valamint a Megyeri út, a stadionnál rendőrök szedik ki a buszsávban randalírozókat. Gyufa küldte nekünk, Jászberény úton kifelé a felüljáron trafi, és Sopronban már most dugó van. Így kora reggel ezt Pocok küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, srácok, megnéztem. Polgár Peti és a Hungarikul Huna Dal című tétele 325.383-nál tart. Ez nagyon jó. És? De hogy 30-nál tart-e? Ja? Azt tudjuk-e? Ja, igen. Hát és elvégben ma lesz a nagy nap, amikor kihirdetik azt a 30 darab dalt, ami ténylegesen ott lesz a válogatóban. De most akkor nem... Nekem nincs jó előérzetem. Ma lesz a sajtál. Ma lesz jó érzetem. Nincs jó előérzetem, az a baj. Én rosszat nincs. Sejtek. Nincs. Én láttam a zsűrit, és szerintem itt nagy megfejtés van. Ne legyenek előítéleteid. Nem. Á, mondjuk a magyar tévvel kapcsolatban akár lehetnek is. Ez igaz. Ezzel most adnak rá okot, hogy legyen előítéletem. Nem, én sejtem. Én nagyon reménykedem benne, és én nagyon bízom, hogy egyszer átütjük ezt az Eurovíziót, és megérti a zsűri és a döntnökök, hogy ez valójában miről kellene, hogy szóljon. De én láttam a zsűrit, és én nem látom itt az új generációt, és azt a fajta hullámot, és azt a fajta lendületet, hogy egyre több nevet tudok, hogy kik döntenek erről. Sanztalan. Na, mi? Na, sanztalan. Kik. Úgy hallottam, mint benne. Ki, ő nincs. Nem, most adásban nem mondhatom el, mert akkor... Hát a Karcsi bácsira hallottunk, olyat mondok, biztos, amit még nem ugye, tudhatom, de nem. Én tudom, mert nagyon sok helyről hallok, nagyon sok mindent. Jó. Nagyon sok embertől, nagyon sok kérdéképpen. Aha, húha. Érted már, hogy kik vannak a zsűribe? Hú, most már tudom, kire céloztál. Na, vele kapcsolatban nekem is vannak kérdékre. Ugye? Ő nagy játékos. Nem, szóval, hogy egy olyan generáció ül a zsűriben, akik valószínűleg ezt nem annyira értik, és küldetéstudatuk van, és azt gondolják, hogy majd megint meg kell váltani az Eurovízióval az országot, meg a dalt, meg a világot, meg Európát, és közben nem igaz. Na, de mert várj, nem így van. Várj. Hát nem értik, hogy miről szól. Nem tudják még mindig, úgyhogy szerintem nem akarom elkiabálni, de rosszat sejtek. Én abban bízok, hogy Jenőnél mindenkinek jobb a humorérzéke. Lehet, hogy... Jenő humorérzéket ismerve csak jobb lehet, de Jenő nincs benne. Már, de azért volt csak... Volt egy humormérő. Mindenkit megszondáztattak. És aki alatta maradt? És Jenőnél nem csipogott a humor szenzor. Nem, ott megnézték többször is. Nem bippegett a humorszenzor. Alatt életben megint lefagyott az asszal. Nem adott bip hangot a humorszenzor. Igen, na. Csak nem. Szóval úgy ezen baj van. Hát nem örülnék. Milyen neki. Más utat tudunk ennek a dalnak elképzelni? Tehát ha itt nem, akkor hol? Hát a rádióban. Csak a rádióban, az X-faktorban 4 év múlva, tehát valahol azért ezt indítsuk el. Ha figyelj. Esetleg itt nem, de kezdenék felkészülni egy B alternatívára. Hát figyelj, ott a... Hát ott van a Got Talent, ott minden bekerülhet az élőben bármi. Rohadjál meg. Ja, bocsánat. Igen? Most még tudom, ha tényleg, ha most ma kiderül, hogy nem vagyunk, akkor szombaton be tudunk menni. Szerintem igen. Lehetnénk, mi a, hogy hívják? A meglepetés műsor. Meglepetés. Extra produkció. Extra produkció. Ezt már tudjuk, mondtad, hogy a polpoc lesz, de szerintem 2 egy döntőbe elfér. És ráadásul, ha levegjük pénteken a hajad, akkor a busómaszkot meg egész végig vizsgálheted. Még extra produkció befértek, most csak ezt itt is exhumáltuk, úgyhogy abszolút befértek.
Igen. Simán. Kapott egy koffein injekciót, meg egy kamerás beöntés, és megint ért. és megint írt egy új dalt. És megint írt egy új dalt. Azzal egyébként a dalunkkal, hogy nem csak mi játsszuk ám, hanem például a Ceglédi Rádió is játsza. Tényleg? Holnap fel akartuk. Tényleg játsszak? Álltak játsz a Ceglédi Rádió, holnap rájuk kéne csörögni, tök jó arcok. Beszéltek róla, és azt mondták, hogy ez menő ez a nóta. Nagyon jó fejek, köszönjük szépen. A reggeli műsorukkal csatlakozunk össze holnap. Jó fejek, tényleg. Nagyon jó arcok. Játsza, én is hallottam, hogy játsza. Illetve ha bekerültünk volna a legjobb 30, akkor a Petőfi is kénytelen lett volna játszani minket. Uh-huh. Na ott azért megnéztem volna. Egy-két ember arcát, akik kénytelenek leadni a dalunkat azért. Van némi ellenőrzés velünk kapcsolatban. A tévére is. Meghallgattam volna, hogy Buda Marci felkonferálja. Reggel. Igen, Marci jó arc. Abszolút szeretjük. Na, Juliska. Juliska, jelenésed van. Juliska. Kérem, fáradjon be, hiszen kedv van. És ugye hát Juli életével folytatjuk, mert hogy Julival mindig történik valami. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatalnő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello! Szevasztok, srácok! Jó reggelt, jó a síród! Köszönöm szépen! Jó a hajad! Ez az oldala. Igen. Fordd meg! Miért? Hát nem jó? Ne, jó, hát az, jó, jó, ez az oldala, nem? Ma kell visszamened, hogy befejezzék? Elvisztem fenébe. Az egyik oldal kicsit hosszabb, a másik oldal picit rövidebb. Balázs jött velem tegnap szembe a folyosón, így láttam, hogy valamit néz, látja, hogy valami változott, azt mondja, Juli, szerintem a hétvégén szex volt. Balázs, szerintem levágták a hajamat. Igen, és annyira mindig a annyira másod. Én ránézek egy nőre, én megmondom, hogy szexelte vagy nem. Nagy 90%-os találati arányjal egyébként beletrafek, mert egy nőn látszik. Tehát ha előző este azt a nőt kicsit elkapták, azon a nőn más, a kiegyensúlyozott, a más energiái vannak. Most ők egy kicsit, tényleg komolyan mondom, a nőkön látszik, a pasikon szerintem kevésbé. A hajam miért kérdezett? Nem, itt az arcozol. Csak mondta, hogy az is volt, de egyébként levágták a haját is, és mondom, jó lett a hajad, jó lett a hajad is. Igen. Köszönöm szépen, a Mirónak is tetszett, sőt a gyerekeimnek is tetszett. A Miró azt mondta, hogy fiatalodtam 5-10 évet. Ó, de kedves, hát ahogy a Miró bókol, senki nem bókol. Igen. Úgy senki nem. De rövid haj tényleg fiatalít. Hát ez nem az a baj, én nagyon szeretnék hosszú hajat, de nem bírom kivárni. Nagyon-nagyon szeretném megnöveszteni újra a hajamat, de van egy átmeneti időszak, ez nálam ahhoz sohangom fél év, ahogy, amikor sehogy nem néz ki a sérum, úgyhogy... Tehát a göndörhaj nem tud hosszú lenni, mert az csak így fölfele nő, nem? Vagy így bonyolodik. Nem tehát, tudom, de nem sokára megtapasztalod, milyen ez is igaz. Aha. Amikor fél évig minden irányban nő a hajadban. Igen, már igen. Csak néhány nap. Hát göndörhaj, igen, de az a baj, hogy nekem tényleg hát úgy néz ki, mint egy ilyen szalmakhoz, mint egy fészek, amikor így elkezd nőni, és akkor se erre, se arra, csak úgy van, úgy olyan sok, és úgy semmilyen formája nincsen, úgyhogy én ezt nem fogom tudni megválni soha többé. Úgyhogy muszáj lesz levágatni. De nos, ez tényleg jó ez a séró. Na, mit hoztál nekünk? Na hát, srácok, az elmúlt hetem az a spiritualitás jegyében telt. Ezért van rajta egy piros karkötő? Annak is van egy történet. Igen, na látom, hogy azt is kiszúrtam, hogy az új. Mi, ha piros a karkötő, valaki ne szórakozzatok már, hogy attól spirituális az is, lesz. Akkor azt nem tudom, figyelj. Csak észrevettem, hogy eddig ez nem volt rajta. Ja. Feri, ez engem... Azt hiszem, hogy kapod egy beavatás, hogy itt jársz egy beavatás. Vagy... Ez többen vagytok egy ilyen beavatás? Ez, találkozott ez a lámával, a kis alatt simogatott. Elárulom előjáróban, hogy ezt a karkötőt a román papok szentelték meg, és ez... Megóv engem a rontásoktól. És a medvétől. A Mirótól a részeg. Rontásoktól, illetve az irigyektől. És ez honnan szedte? Na mindjárt mondom, valahogy szépen sorjában. Tehát, arról van szó, azért elmentem egyrészt egy halottlátóhoz, és kijött hozzám a mi lakásunkba egy szellemírtó. Ez beszélt az öreg bácsiról, aki ott lakik nálatok. Igen, meg kíváncsi voltam rá, hogy Józsi bácsi nálunk van-e még. Már nincsen. De nincs, viszont Erzsi néni beköltözött. Viszont van egy Gézánk. Tehát arról van szó, hogy az unoka testvérem járt egy spiritisztánál, és ott ilyen nagyon furcsa dolgok jöttek ki. Állandóan édesapám jött be a képbe. Édesapám 2012-ben meghalt, és ezen a szeánszon az unoka testvéremnek azt üzente, hogy probléma van az ő lelkével, nem tud feljebb, magasabb szintekre emelkedni, mert hogy van itt még valaki, aki nem engedte el, és ez valaki, ez azért egy... Nem, én, ez egyik rokonom, a testvérem. És én ennek a végére szerettem volna járni. És emlékeztek arra az emberre, az Antalra, aki egyszer itt volt bent a háromlábú asztalkával? Igen. Nagyon durva dolgot csinálta Janival. Igen.
Le kellett menned valami pincébe, és... Igen, és papa itt vagy-e, papa itt vagy-e, valami ilyen emlékszem, igen. Egyébként elkemény volt, azért az megdöbbentő volt. Jó, de mondjuk az is sírtuk a röhögéstől. Hát sírtuk a röhögéstől, de arra emlékszem, hogy arról készült videófelvétel, és utána kérdezte tőled a Laci, hogy fölteheti-e, és azt mondtad, hogy nem. És ennek szerintem oka volt. Igen, oka volt, de... Például az, hogy Balázs leesett a székről, és a ilyet nem szabad egyébként egy rádióműsoron megcsinálni. Ez annyira intim, meg annyira mindenkinek bensőséges, hogy ez nagy hiba volt ezt a rádióműsorba tenni. Valakinek valakit megidézni és beszélgetni vele, hát ez nem való. Tehát ez nem szabad. Papa, hol vagy? Hát de miért nem szabad? Mert van benne, megérinthet érzelmileg, hallhatsz olyat, mondhat olyat, ha sikerül a dolog, ne hiszel benne, nem hiszel benne. Nagyon bizarr volt. Ezt meg akarod mutatni egy tévében, rádióban, kicsit hülyét is csinálsz abból, aki esetleg csinálja, és mondjuk valójában ért hozzá. Tehát ez nem tud jól kijönni. Nem tud igazán jól sikerülni. Na szóval ez az a férfi, aki ugye a háromlábú asztalkával azon keresztül veszi fel a kapcsolatot a szellemekkel. És hát én kíváncsi voltam rá, hogy nekem egyébként hogy működne. Mondta a férfi, hogy jó lenne, ha ketten tudnánk jönni, mert hogy két embernek az energiája szükségeltetik ahhoz, hogy ez a kis asztalka megmozduljon. Meg 2500 az 10000, ugye tudjuk, hogy azért ötöcske, egyből tízecske. A számla is kell, plusz 27. Én mondtam, hogy nem tudok még egy embert hozni, mondta, hogy nem baj, majd megpróbáljuk egyedül. És hát 20 percen keresztül hívtuk aput. Na, amikor először megmozdult, azért ott egy picit úgy megállt bennem az ütő. Tehát ugye az a lényeg, hogy fel kell tenni erre a kis asztalkára a kezedet, és akkor ez elvileg jelez neked. De hogy annyira konkrétan tud jelezni, hogyha igennel válaszol, akkor kört rajzol, ha nemmel, akkor háromszöget, sőt, hogyha annyira itt van még a környéken, akkor akár azt is. Akár szavakat is le tud írni. És hát lényeg az, hogy egyszer csak így elindult felém ez a kis asztalka. De mindig csak felém mozgott. És amikor először így megmozdult, és én így kiakadtak a szemeim, akkor megszólalt a kusturica. A pasik bekapcsolva hagyta a telefonját. Tehát azt gondolom, hogy vannak pillanatok, mint amikor egy pszichológiai ülésen is a pszichológus kikapcsolja a telefonját, mert olyan dolgok hangozhatnak el, aminek megtöri a varázsát az, hogyha megszólal benne a telefon. Na hát a döntő pillanatban megszólalt. Emberünknek megszólalt a telefon. Megszólalt a telefon. Nem, hogy megszólalt, de fel is vette. Háló, mondja csak, tökig van az aki. Nem, Margitka, nem. Jó lesz a dagadó is. Igen. Jó. Valami hasonló volt. Ez menj el a hozni. Még olyan, kb. Másfél órát voltam nála, ez alatt a másfél óra alatt még úgy négyszer telefonált, rágyújtott, beszélgetett, miközben én egyébként a halott apámmal beszélgettem, aki aztán utána kiderült, hogy nem is az apám, hanem egy másik rokonom volt. De nagyon érdekes volt egyébként az egész történet. Mi van, hogy megidéztetek apukádat, de nem apukád, apukámat, és egy másik rokon, és mit mondott, hogy a faterod most nem ér rá? Hát, ezért... Igen, te mondta, hogy én viszont a rokon vagyok, és mondnak apadnak, hogy tartozik 10000-el, és rohadtul adja meg. Nem, arról volt szó, hogy mindig ilyen nagyon fura, ilyen kitérő válaszokat adott. Tehát, hogy arra kértem, hogy rajzoljon egy kört, hogyha ő az. De sose rajzolt kört, hanem mindig lerajzoltam egy háromszöget, meg egy kört, és mindig a háromszögbe, tehát az a nem jelzés, abba vitte be a kis széket. De ezt ő is tudta, hogy az a nem? Igen, mert mondta nekem az Antal, hogy én is beszéljek hozzá, és akkor az én hangomra egyébként elindult ez a kis asztalka. És akkor mondta, hogy írjak föl három darab vezetéknevet, legyen egyik közötte az apámé. És felírtam még egy ismerősét, aki nekem egy közeli hozzátartozó, annak a vezeték nevét is, és akkor azt utána bekarikázta. És akkor onnantól kezdve vele. És mi derült ki végül? Mert hogy ez egy kicsit így... Megtudtál valamit? Ő jött ő végül? Most tulajdonképpen az ugyanarra jött ki az egész. Utána ezzel a rokonnal beszélgettem. Igen, nem kérdéseket tettem föl, neki nyilván eldöntető kérdéseket, mert hogy nagyon nehezen mozgott ez az egész. Tehát arról nem is ábrándoztam, hogy majd akkor ő szavakat fog nekem leírni, mert hogy az egész kicsit nyögvenyerősen ment. De az egész beszélgetés végén úgy volt egy olyan pont, akkor azt mondta, hogy akkor most köszönj el, légy szíves a Julitól, és akkor elindult ez a kis asztal a kezem felé, és elkezdte körbe rajzolni a kezemet. És akkor egyszer csak felcsúszott édesapám vezeték nevére, és akkor kérdezte az Antal tőle, hogy itt van a Gévai Antal is, az én apukám, és akkor jött egy kör, és akkor megint csak ugyanez jött ki. Kérdeztem, de a kört a szék rajzolja? Nem? Igen. Neked csak rajta van a kezem? Nekem csak rajta van a kezem. De te nem mozgatod a széket. Nem. De akkor miért fel nem mozgatja a széket? Nagyon figyeltem arra egyébként, hogy tényleg, hogy ne legyen izommozgás. Mondjuk nyilván Most a Feri, ne nézz így rám, most tényleg komolyan kérdezem. Te magadat nem akarod egyedül becsapni. Egyedül fogtad a széket? Egyedül.
Na most, ha te magadat nem akarod becsapni, és úgy mész oda, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy ez becsapás, és figyelek, hogy nem mozduljon meg a kezem, de magam valaki szerintem mozgatja. Szerintem nem tud befolyásolni, szerintem válaszokat akarsz, hogy Júli azért ment egy olyan helyre. És te mozgatod a saját kezed, vagy a tudatalatti? Igen, tudatalatti dolgozik egy idő után. Nem, a kezedet el tudod úgy lazítani. Én is nyilván tudnék most ironizálgatni a dolgok kapcsolatban, de amikor itt volt az altal nálunk, és nekem rajta volt a kezem, én tudom, hogy nem mozgattam azt a széket. De nem tudod, mert tudatalatti. Nem, de én láttam a Jani, hogy meg voltál magammal, mozgott a szék, nagyon durva volt. Hát érted, Feri, én tudom, hogy milyen ez a mozgás, mert nekem van. Azért nekem meg ugye ilyen elképzeléseim voltak róla, mondom, hát, ha működik. Semmi nem volt. Semmi nem volt. Azért volt durva a tiéd, mert én láttam rajtad, hogy azt nem te csinálod, és ezért elkezdett neked valaki válaszolni, hogy nagy szemekkel nézsz. Röhögtünk, de hárítottunk. A fater perc levesz minket 5 rugóval, azt haza megy. De azért röhögtünk, mert hárítottunk. Miért azért fizettünk? Én. Ja. Ezért szeretem ezeket a kísérleteket. Tesztkérdéseket kellett föltennem, hogy beazonosítsam. Igen. És akkor mondta a férfi, hogy írjak föl, például tudom-e, hogy hány évesen halt meg. Mondom, pontosan nem tudom, hogy hány évesen, akkor tudom-e, hogy hány gyereke született. Mondom, igen. És akkor felírtunk számokat, 1, 2, 3, 4, 5, és akkor bekarikázta a 4-et. És tehát, hogy ez, hogyha, tehát ő ezt nem tudhatta. De akkor ő mozgatta? Hát, de te fogtad. Te fogtad. Ez az, hogy ezen gondolkodtam egyébként, tudod, hogy számomra ez onnantól kezdve válna 100%-ig hitelessé, hogyha ezt te csinálnád, meg te csinálnád, és az én rokonomat. Igen, és én nem tudok semmit a Júli rokonáról érteni. Kérdés, hogy ez nem ilyen kineziológiai alapon működik, ami ugye egy ilyen izomteszt, és a karodat nyomkodják, és hogy milyen válaszreakciót ad maga a karod és maga az izom, hogy nem-e a tudatalattiból jön elő valami úgy, hogy egyébként te kommunikálsz saját magaddal. Tehát ezt kéne megvizsgálni. És egy csomó olyan információ jön a felszínre, amit te valójában tudsz, vagy elnyomtál, vagy nem tudsz. De nem valaki mással kommunikálsz, hanem önmagaddal. Hát, és te adod meg a válaszokat önmagadnak. Lehet, hogy ez... Hogy vagy a tudatalattit kommunikál vele, és a válaszok a tudatalattitból jönnek föl. Neked nem tudom, ezt érdemes lenne megvizsgálni, mert a kineziológia alsó lapon működik, hogy ott is izomteszt alapján ugye válaszol, a kineziológus beszélget, de nem hallott, hogy mit mond, csak löki a kezed, te visszatesztelsz, és utána elmondja elég durván, hogy mi történik és mi a bajod. Na de figyelj, hogyha a Júli az, aki effektíve szó átvitt, vagy valódi értelemben mozgatja ezt a széket, és gyakorlatilag az történik, amit ő így kivetít, akkor miért nem az édesapjával beszélgetett, és miért azzal a rokonnal, akivel egyébként nem akart beszélgetni? Mert nem miatta jött ide. És mégis a rokon jött elő, és rokonnal beszélgetett. Mm-hmm. Erőszakos a rokon. Hát erőszakos. Az egész család. Meglátták a Júlit, és mondták, jelen is van, patent arrébb lökték, és jött a rokon. Mennyi, én akarok válaszolni. A rokon kicsit erőszakosott is, hát nem lehet tudni. Az életben milyen volt ez a rokon? Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy akkor miért ő jön? Minden esetre egyébként megindító élmény volt, akármi is történt ott, és lehet, hogy egyébként csak a tudatalattim dolgozott, és lehet, hogy csak a saját magam által feltett kérdésekre válaszoltam, és én voltam az egész. Olyat kellene kérdezni, amit mondjuk te a választ nem tudod, de utána tudja valaki igazolni. Tehát mit tudom én, az anyukától megkérdezett, hogy hol randíztatok először. A Balatonon, a Fertőtónál, vagy a Velencétónál. Te nem tudod, de majd anyukád elmondja a választ, és azt mondja, hogy a Balatonon. Nem tudsz magadnak válaszolni, mert megadsz mondjuk 4 választási lehetőséget. Ha abból kiszűri, hogy a Balatonon randíztam anyáddal mondjuk először, és aztán megválaszolod magadnak úgy, hogy nem tudod a választ, ebből tudod leteszelni, hogy valójában kivel beszélsz. Én így mennék oda. Hogy mondd egy olyan kérdést, amire én nem tudom, de az anyám megmondja, ha mondjuk az apám nem élne. Tehát így lehet elmenni. Nem? Legközelebb kipróbálom. És ez jó dolog. Mondj, anyám, mondjál meg valamit, amit én nem tudhatok. Tedd föl ezt, ha ezt válaszolja, nem is kell, hogy elmondja a választ, sőt, biztos, hogy nem mondja el. És utána elmondja, hogy jól válaszolt, vagy nem jól válaszolt. Na ez az érdekes, hogy akkor viszont ki válaszol. Ha mondjuk jó, és azt mondja, hogy a Balatonnál. Nem? Majd legközelebb elmegyek. És sikerült egyébként olyan kérdésre választ kapnod, ami miatt oda mentél, hogy mit tudod, hogy hová ásta az öreg a takarékbetétkönyveket? Igen, hát hol vannak a kincstárjegyek és a postabank betétkönyv? Igen, és meg nem is. Arra a kérdésre, hogy most mi a helyzet apám lelkével, és hogyan tudnánk őt elengedni, és mi a megoldás erre. Úristen, hány ember foghatja most ebben a pillanatban a fejét, hogy Jézusom, mi megy ki egy ország. Nem baj, Júli, az a jó, te beszélsz ezekről, mert nekem kell, és akkor én viszont mindent át tudok rá tolni, és azt tudom, hogy ez a Júli olyan fura. Közben tökre egyetértek veled, meg ha foglalkozom hasonló dolgokat, de így a legjobb. Szóval azokra a kérdésekre, amik engem foglalkoztattak, nem. De ugyanakkor meg ez az ember, akivel én ott elvileg beszélgettem, ő egy olyan személy, akivel nagyon szerettem volna. De sosem volt lehetőségem beszélni. És ettől aztán volt egy pont, amikor egy picit el is pityerettem magam. De ez nem baj, hát ezek azért megindítod a dolog. Én csak azon gondolkozom, hogy mondjuk meg, ha valaki, akit nagyon szeretsz, oké.
Amíg te nem engeded el, és kötöd magadhoz, és ragaszkodsz egy tárgyához, addig elvileg magát az entitást, aki mondjuk egy másik, más dimenzióban itt van, nem tud elmenni Mennyországba újjászületni, mindenkinek itt rendszere szerint, mert te kötöd magadhoz, és addig ő itt ólálkodik körülötted. Vagy egy másik sikoly jön, megy, de nem tud tovább menni, és egy ilyen köztes megállóba beleragadnak, mint Neo a Matrixba. Azt mondják, hogy van egyfajta, hogy ez fokozatosan megy, tehát ez nem úgy van, hogy van a köztes megálló, aztán fölmegy, hanem szépen fokozatosan, mint egy lift állítólag megy föl. Hát sok, igen, mást mondanak, igen, a buddhisták erről, 49 napot vagy a köztes állapotban, hát ki saját hitrendszere vagy vallása szerint, vagy meggyőződése szerint állít bizonyos dolgokat. A keresztények azt mondják, hogy egyből a Mennyországba kerülsz. Józsi bácsi eltűnt már a lakásból? Na, Józsi bácsi. Ez egy másik történet. Na. Tehát van egy Nadi nevű hölgy, aki egyébként autóval érkezett, én azt gondoltam, hogy nem gondoltam azt, hogy egy ilyen fekete hajú vajákos asszony fog kiszállni a kocsiból egy varjúval a vállán, de hát egyébként tök érdekes, egy szőke hölgy volt, érdekes zöld szemei voltak, de egyébként melegítőbben volt, tehát teljesen úgy nézett ki, mint bármelyikünk. Tehát nem. És miért kell? Csak mondjuk el azoknak, akik ő nem tudják. Ő egyébként egy multifunkciális nő, tehát mindent tud, halottakkal tud beszélgetni, csőgörényen tud gázórácsára, tömítésjavítés, halottakkal társalog, amit akar, meg is főz. Szellemet űz, rontást vesz le, házat véd be, és a többi, és a többi. És hát őt elhívta magunkhoz, hogy hát nézze már meg, hogy mi a helyzet, megvan-e még a mi Józsi bácsi. Én is mindig ilyen munkát akartam, sose tudják ellenőrizni, hogy valójában megcsinálta, de nem. A tér tiszta, a szoba megtisztítva, a szellemek elmentek, 23 ezer. Igen, tényleg elmentek, köszönöm, már adom is a pénzt. A legjobb meló, nem? Azt sajnos mondasz, nem sikerül befejeznem, holnapig vissza kell jönni. Plusz házkoz hiszállás. Ebben a sarokban még van valami zűk. Én egyébként hiszem, hogyha az ember elhiszi, és tényleg azt gondolja, hogy ezek a rituálék segítenek, akkor ezek segítenek. De lényeg az, hogy eljött hozzám ez a hölgy, belépett a lakásba, beszélgettünk egy kicsit, kérdeztem, hogy mióta látja, hallja a dolgokat, hogy hogyan érzékelje őket. Hogy sose gondolta el azt, hogy az ő egyen eszementel, és hogy nem normális, és hogy, vagy hogy azok a dolgok tényleg ott vannak, amiket lát. És azt mondta, hogy ezeket ő úgy látja, mint hogy te itt ülsz, meg én itt ülök, csak ő úgy látja a szellemeket, hogy picit áttetszőbbek, de hogy azok ott vannak. Mit is mondhatott volna? Hát hiszen ezért hívtad ki. Szóval, van egy csatornája, aha, amit kinyit, és van és hogyha akarja, ezt a csatornát bezárja, és akkor ezeket az embereket, vagy ezeket a lényeket nem látja, és hogy akkor ő így kommunikál. És akkor mondtam neki, hogy megkértem rá, hogy akkor tegye már meg, hogy akkor körülnéz itt ebben a lakásban, hogy mit lát. De ez ugyanaz a lakás, ahol a csoszogó öregembert láttad, hallottad? Józsi bácsi. Tehát csak nem biztos, mert az egy évvel ezelőtti sztori, hogy mondjuk el csak egy mondatban, hogy volt egy szellemed. Igen. Jó, egy hangod. Volt egy, hát nem hangom nem volt, egy Józsi bácsi volt. Átkapcsolt a tévét. Átkapcsolta a tévét, csoszogást hallottál. Nem lehetett eleget szellőztetni. És fölmentetek, és sose volt ott senki, de mindig zajok voltak a házban. Igen, hogy megmozgatta a tárgyakat, és ha a szemem sarkában láttam mozogni. Egyébként erre... De ne röhögjél már, banyag, összetojnád magad, ha ilyet. Ha te elcsoszogna az öreg, hát valószínűleg igen. De ugye szemes a... Ez csak az a rohadt bejárat, illetve csukja már, mert lefagy a tököm. De hogy láttad a szemed sarkából? Tehát, hogy... Úgy, hogyha ha láttam, hogy valaki mozog a szemem sarkában, és ha oda kaptam a fejemet, akkor nem láttam már többet. De láttam, hogy ott mozog egy alak. Azért egy koponyacétére menj majd el. Igen, erre meg egy koponyacétére mindenképpen menj el azért. Miró szokott verni? Nem, hála Isten. Mindenképpen csinált a koponyacétére. Aztán kiderült, mert megtudtuk, hogy hát nagyon aktív a holtered. Józsi bácsi ott lakott ebben a lakásban, és ő ott is halt meg a fürdőszobában. Erről már beszéltünk, hogy a WC-n ülve egy ilyen nagyon fura történet. És lehet, hogy ő visszajárt. Az ölében egy UKM. Nem, egy ideig járt vissza, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon megzavarodott, mert átépítettük a lakást, azt éreztem, hogy ő itt van, és persze, a rossz életben itt régen a budin volt, persze, és mindig a konyhában kittelt, mert az volt az ő budinja. Azt gondolom, hogy egy darabig még ott kovájgott. Igen. Tehát, hogy mindjárt beszarok, hol a budi? Nem akarok a konyhában kittelni? Nem. Befőttem, akarok-e? És még mindig csak itt olyan a gartrom. Jézus, szóval, Isten, ne, hát de akkor is ugyanennyire röhögtetek ezen, de akkor volt egy ilyen érzésem, hogy ott abban a lakásban még valaki vagy valami van. De aztán ez egyszer csak így eltűnt ebből a lakásból, és kérdeztem, hogy ezt a nőt, Nadint, hogy hát van-e itt valaki, lát-e itt valakit. És azt mondta, hogy nem.
Viszont van egy átjáróm, és akkor mutatott a konyha szekrényre. És akkor kérdeztem. Van egy jöjjön velem. Kinyitotta a konyhaszekrényt, négy kézlábra szkerült, és eltűnt egy folyosóban. És Júli azt mondta, nem fogunk itt elférni, ez egy 12 személyes étkézláb. Igen, majd kinyitotta a ruhaszekrényt, és megjelentetek Narnia országában. Igen, ja, oda ügyedett egy oroszlán, és az, na, ott jókor jöttetek, meg kéne menteni minket. Felültetek az oroszlán hátára, és ellovagoltatok a garrob szekrény másik oldalán. Több komolyságot. Nem, azt mondtam, hogy vannak, hogy is mondjam, ilyen dimenziókapuk lakásokban, meg egyébként egy csomó helyen, és ez nekünk pont oda esett, ahol egyébként a dimenziókapu, igen. És hogy ez azért nem jó, mert hogy ezek a lelkek így vándorolnak dimenziók között, és hát előfordult az, hogy én éppen mondjuk sütöm a rántottát, és átmegy rajtam, mert neki arra van dolga, mert hogy ott kell kimenjen a... Hogy pont a kapuban állok. És pont a kapuban állok, és akkor átmegy rajtam, és akkor azt fogom érezni, hogy elszívta az energiámat, mert hogy ezek így átsuhannak az emberen. De hogy ne aggódjak, mert hogy ő ezt bezárja nekem. A dimenzió kapu. Nézd csak! És behajtotta. Becsukta a frigót. Nem olyan bonyolul, de ezt a gendert kell. Az nem dimenzió kapu, az a hűtőszekrény. Kérem, csukja be. Srácok, tehát hozott magával szentelt vizet, és akkor befröcskölt. Na jó, persze, ami sisteregni kezdtem. Igen. Aztán oda ment a villanyórához, kinyitotta, és beöntötte a szentelt vizet, és elment az áram. Azt mondta, hogy ez ne lepődjön meg, Juliska. Na, sejtettem, hogy ez lesz belőle. És akkor ott locsolta a szentelt vizet? Hát locsolt, egy kicsit locsolt, igen. És aztán azt is mondta, hogy volt egy fekete lyuk a lakásunkban. Persze. A fekete lyuk az olyan, mint egy ilyen verem, amiben a lelkek tanyáznak, és ők ott csücsülnek benne, és este, amikor elcsendesedik a lakás, akkor ők ebből így kijönnek. De hogy ez a fekete lyuk már betemetődött, azt mondta, hogy olyan, mintha egy ilyen ezüstös fólia lenne rajta, ez már le van zárva, úgyhogy amiatt nem kell aggódjak. És akkor mondta, hogy akkor ő most megtisztítja a lakást. És akkor leült az asztalhoz. Júli, ti nem vagy ez normális. És én felszínűleg most elkezdte felpattintani a laminát. És azt mondta, hogy nem találom a lyukat, Hogy mondjam végig. Azt mondta, hogy akkor megtisztítja a lakást. És akkor leült az asztalhoz, így egy kicsit így átszellemült, és akkor mondta, hogy szólítja a négy elemet. A tüzet. Varta, Duracell. Alcatel, Philips. Mind lemerült. És jöjjön még lapos elemét. Tehát szólítja a négy elemet, a tüzet, a vizet, a földet, meg a levegőt. És akkor mondta, hogy ő most rituálisan tulajdonképpen kiégeti az egész lakást belülről, amit aztán a víz... Csak van-e biztosítás, Julikám? Majd elmos, és akkor majd feltölti termékeny földdel, amit majd a szél elfúj. És te vagy az ötödik elem nyilván. Nem. De előtte még egy stampedővel kéne abból a slivovit. De nincs jó az unikum. És ágyas szilva, hát ez nem az igazi, de mindes. Ha bontatlan. És itt volt egy pont ahol én kezdtem... Csak itt? Kitartó vagy a kutyafáját, igen. Szóval, hogy behívott Eli homokot, Eli homok. Én azt hittem, hogy az Eli homok az... Eli homok. Nem, Eli hom és homok. Homok, Eli homok picit. Hát én nincs bajom. Azt hittem, hogy a homok az egy homok. Tehát mint amit szorsz, de nem. Az Eli homok azok olyan szárnyas angyalok, akik a hozzám betévet lelkeket, tulajdonképpen mintha őrök állnának az én lakásomba, egy ilyen spirális lépcsőn felküldik a mennyországba. Tehát, hogyha valaki mégis bejön hozzám... Ez durvább, mint egy csárdéz a regény. Akkor azt átpostázzák a túloldalra. Hogy a darabja az Eli Homnak? Hogy mennyi kellett? Várjál. Kapcsolt Eli Homok és Eli Ewing között? Igen. És aztán a következő lépés az volt, hogy szólította a titánokat és a tátosokat. Na jó, akik kialakították az én lakásomban az új védelmet, futótüzet húzott a bejáratunk fölé, amivel azokat az energiákat tartja vissza, azokat a negatív energiákat tartja vissza, amik bejönnének a lakásunkba, és csinált egy piramista házunk fölé.
Atya is. Amivel megvéd minket a negatív energiától. Hú, és más az életed azóta? Jobban ez nem úgy van ám, hogy azt mondta, hogy ez nem nincs meg 10 perc alatt, ez legalább 3-4-5 nap. Másfél-két évig kell visszajárni. Havi rendszerességgel, igen. De jó átutaláson is fizetni. Azt mondta, hogy rendszeresen megy emberekhez, akiknél megtisztítja a teret, és hogy ez tényleg működik. Azt mondta, hogy nekem olyan 4-5 nap múlva fogom érezni igazán a hatását. És ott hagyott nekem egy kis szentelt vizet, amit a Miró majdnem felhajtott, mert ilyen rövides pohárt. Isten is, szentelt víz! Hogy az a... Hát meg, hogy így hever. Spriccolja még be este a lakást. Nagyon durva. Jézusom. Júli, én annyira szeretem a rovatodat, én annyira bírom, hogy ti ennyire betegek vagytok, de ez tetszik, mert hasonló dolgok. Nem is azt mondom, hogy hiszek, de hogy ezeket ez én is szeretem, jó. Meg tök jó, hogy van valami. De azért óvatosabban Harry Potterrel, jó? Mert... Nem, figyeljetek, egyébként a nő nagyon meggyőző volt, nagyon meggyőzően és beszélt. Ebből élő nagyon jó, meg belőled. Azt mondta egyébként, hogy rendőrség is rendszeresen hívja, és kéri a tanácsát. Nagyon jó. Kemény. És ugye hétvégén lesz egy Quidditch kupa mindenképpen. illetve egy druida találkozó a Börzsönyben. Ja, és ez a karkötő, amit kaptam tőle, ez megvéd a rossz ártalmas energiától. De ez benne volt a 10 000-ben? Én nem, ezt a TVR hét címlapjáról, vagy a TVR hét hátlapjáról. Nem, és azt mondta, hogy ez megvéd az irigyektől, illetve a rosszaktól. Én bírom, hogy te ezekbe hiszel, meg azt is, hogy ezeket elmondod. Gyuri, mennünk kell, puszkilunk. Mondd el majd jövő héten, még már nem lesz rovat, de még találkozunk, hogy hatott-e, vagy hogy mit érzel. Jó? Jézus. Puszi. Már mi van, jövét kedden még van? De kedden nem ajándékozunk? Az a rovatod előtt. Szerda retro, csütörtök retro nap, szerda ajándékozás. Nem, szerda retro nap, kedden hajat vágunk és ajándékozunk. Csak te jössz be retro napra, mi már otthon karácsonyozunk. Jó, kicsit elnéztem. Szerda retro, kedd ajándék. Júli, puszi, köszönjük. Szia. Vigyázz magadra. Minden oké? Atom kemény a csaj. Nagyon. Meg iszonyat durva. Én csak éber tudnék mellette lenni egy nem mert kell az ember, mert megfogyt egy pár. Játsszuk gyorsan, már is itt van a hallgatónk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok, fiúk, jó reggelt! Lilla vagyok Szolnokról. Szia! Lilla, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy nézem is, vihető. Belevágunk, jó, Lilla? Jó van, kezdjük. Milyen regényhős otthona a B612-es számú kisbolygó? Vagy melyik regényhős? Ez a kis hercegé. Pontosan így. Jó, köszi. Ügyes vagy. Menjünk tovább? Persze, menjünk. De így megyünk, bármi lesz. Ez a beszél. Melyik országban zajlik jelenleg a női kézilabda világbajnokság? Hogyha jól tudom, akkor Dániában. Pontosan így van. Mennyire nehéz a harmadik kérdés? Neked nem, aki ilyen tempóban tudja megfejteni, az... Nem jó, hát, de mégis lehet te kicsit... vagy a legokosabb nő, akivel az elmúlt percekben hát, köszönöm szépen. Menjünk neki, tudni fogod. Jó, rendben. Itt szól kérdés. Melyik állatot nevezik Észak-Amerikában? Na. A kollégám, aki azt mondta, hogy nem szeretné, hogy igen, egyébként nem akartam mondani, nem szerette volna, hogy itt felfedjem a kirétét, most ehhez képest jól belebeszélt, és nem értettem. Melyik állatot nevezik Észak-Amerikában karibúnak? Van egy karibú. Közismert állatról van, szóval csak nálunk másképp hívják. Így van. Ez valami madárszín? Nem. A Mikulás. Akkor szarvas? Így van. Ha nem madár, akkor szarvas. Csak ez a kettő. Jó, megadjuk. Jó, kizárásos alapom. Jó, nagyon szuper, nagyon örülök, mert nagyon régen akartam veletek játszani, úgyhogy fú, ez most nagyon-nagyon jó esett, és nagyon örülök, hogy beszéltünk, és hogy játszható, és nyertem, és hát ez így tök szupi. Hát látod, mi ezért kellünk föl minden reggel, hogy boldogát tettük valamit szívesen. És ha boldogát tettük, mi már vénáman fogunk lefeküdni. Lilla, köszi! Én is köszönöm szépen. Kellemes, meghitt, áldott, szeretetteljes ünnepeket. Puszi, ciao. Köszönjük, puszi, sziasztok! Hello. 3-4-10 van pontosan, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc nap, pontosan 10 óra. Jó reggelt, mindenkinek mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kora reggel építési hibákról beszélgettünk, mert hogy birtokunkba jutott az egyik bulvárújságból néhány fotó, miszerint Kínában úgy építettek új építési lakásokat, hogy az áram vezetékeket a lépcsőházon keresztül húzták, valamint a szobákon keresztül, úgy, hogy fregolinak használják maximum a lakók, illetve a lépcsőházban úgy tudnak közlekedni, hogy limbóindót játszanak, és áthúznak a vezetékek alatt. Megdöbbentő fotókat láttunk, és arról beszélgettünk, hogy ki mit tapasztalt már, amikor új lakásba vagy új házba költözött, hogy kapta meg, hogy adták át.
Itt a jelszó tényleg az volt, hogy nem valami használtat vett az ember, hanem újat, gyönyörűet, szépet, tisztát. Amikor is azt gondolod, hogy tényleg minden klasszul működik, és csak be kell raknod a bútoraidat, és megérkezel, és aztán kiderül, hogy a mesteremberek nem voltak a helyzet magaslatán. És dőlni kezdtek az SMS-ek, és a jobbnál jobb magyarázatokat kaptunk arra a mesterek szájából, hogy vajon miért történt mindaz, ami tört. Igen, tényleg jó SMS-ek jöttek. Valamint ugye szóba jött megint a nagy fogadásunk, imáron sokat szóra, hogy közeledik a nap, közeledik 22-e, és Feri az Istenért csak akar rágyújtani. Erről beszélgettünk, és magáról a hajvágásról, amikor teljesen váratlanul becsörgött Kolosi Péter, az RTL programigazgatója, hogy neki van egy szenzációs ötlete, és hogy lehetne egy huszárvágással megoldani a hajvágást. Szurkolok neki, vele vagyok. Igen, egy pillanat alatt elárult és átállt Feli oldalára, de az ötlet elgondolkodtató egyébként, de még nem mondtunk rá, semmit. Úgyhogy erről beszélgetünk ma reggel, jönnek most a nap legjobb pillanatai. Rendes ember az én főnököm, gyerekek. Rendes köszönöm, ember. Péter, köszönöm. Letelefonál és azonnal bedob. A közösbe, be, úgy, ahogy az áldozat kérdik, kész, vég, vágasd le a helyet a műsor, hogy már lássák a műsorban. Nagyon jó, és végig mosolyogva. Ez benne a tiszteletre méltóbb, hogy igen. Egy pillanatra se érzed rajta megingást, a részvétet, együttérzést, nem. Ne, a klasszik sorozatgyilkos, igen, aki még ezt így élvezi is. Jó, meglátjuk, ezt átbeszéljük, és visszavonulunk is, és tanácskozunk. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt! Én azt hittem, hogy a visszavonulás és a döntés már megszületett, nem tudom, a reklám vagy a hírek alatt. Ugye az visszavonulás az azt jelenti, hogy hazamész, kialszod magad. Az igen, az rám fog férni. Tiszta lesz az agyad, és akkor úgy tudsz gondolkodni. Nem azt mondtad, hogy tiszta lesz az alsód. Hívjuk a nap hallgatóját már is. Holnapra megszűjük, hogy mi legyen. Nem az élet kemény, ezt tudjátok. Ha nem, te vagy csicska. Tudjuk, te tanítottad nekünk, hogy ne tudnánk. Kitalálunk valamit. Monitor? Az bizony. Úgyis már azt hittük, fel sem veszed. Nem írtad alá, hello. Nem írtam rá, János vagyok, szia. János, hol hallgatsz minket? Kiskörösen. Na, nagyon helyes SMS-t írtál, nevetünk rajta, be is került éppként adásba, hogy a hajvágó sztori után, amikor Péter betelefonált, egy mondatot írtál, Bali, él még az ajánlatom, Andy. Így van. nagyon szerettük. Andy, köszönjük. Köszönjük, egy szép kis ajándékcsomagot adnánk neked, jó? Köszönöm szépen, nagyon jó. Ha Timi is örül neki természetesen. Köszi, hogy minket hallgatsz, ciao. Sziasztok. Hello. Csabikám, mi lesz a műsorban? Remek zenék? Remek zenék, és mellette folytatódik a játék, de még egy pillanatra a hajvágásra visszatérve, hogy akkor most azt a promót kivegyem, hogy mindig adunk, hogy 22-ig. Most megbeszéltük, egyelőre azt most jegeljük, és ha van új időpont, akkor visszatesszük, tehát Zsül már tőled ki is vette a hajvágó promót. Félrevezessem a kedves hallgatókat, jó? A műsorváltozattatás jogát fenntartjuk. Jó, akkor tegyétek bele a promóba, és akkor így leadom, jó? Jó. Na, tehát lényeg az, hogy folytatódik a Klassz Karácsony 2015, úgyhogy ha megtalálják a kedves hallgatók a csengettyű hangot és a hozzátartozó karácsonyi dalt, ennyi segít, hogy az első órában is ez már az ajánlatom, a Coldplay-től lesz egy gyönyörű karácsonyi dal. Akkor nyerhetnek egyrészt koncertjegyeket, igazi koncertélményeket, meg mindenféle nagyon értékes fődíjaink vannak minden napra, vagy ékszercsomag, vagy pedig sporteszköz. Majd sportflabeloszt lehet nyerni Ákos belépőkkel. Na, becsárják. Ennyi. Nem használjátok? Nem az enyémet. Ja. Hát te beszélgettél mindig flabelosz ügyben. De hát ez a feladatom, érted? Ez a munkám. Hát is viszitek haza a mikrofonokat, érted? Ennyi. Ákos egyet azok is megnyerhetik, akik nem akarnak szülni, meg nem terhesek, meg nem terveznek gyereket? Ők is megnyerhetik az Ákos egyet? Értem, mire gondolsz. Aha. Csak kérdezem, mert hogy az igen. A nő, aki szül, az nyilván nyerhet. De esetleg vannak olyan nők ebben az országban, akik nem terveznek gyereket, nem akarnak szülni, vagy mondjuk nem lehet gyerekük. Ők is benevezhetik az Ákos egyet? Meg, akik szeretnének elmenni Ákos koncertre, azok majd hallgatják a műsort, és betelefonálnak. Melózni, nem a tűzhely mellett van a szórakozhatnak. Jó, tehát nem a tűzhely mellett van a helyük, jól van. Akkor elmehetnek Ákos koncertre a nők is. Hál' Isten. Csabikám, jó munkát neked, jó? 555-55-00 a telefonszám. Mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli